Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, egy fő hitelestő, vagy egy fő hiányzónk van, az igazoltan hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kondor Zsoltot és Akró Lászlót, aki elfogadja, azt kérem készletatásra szavazzon, egyhangú. Kimentek a napi rendi pontok, ehhez képest küldtünk ki menet közben is még. Nem tudom, valakinek van még, ha nincs, ja. Mert ha elfogadtak a napirendet, előtt szeretnék egy-két dolgot kérdezni. Azt inkább akkor egyebekben rendezzük el. Jó. Akkor egyebekben. Egyebekben nekem is lesz három témám. Jó. Aki elfogadja a plusz napirendi pontokat, azt kérem készületatásra szavazom, egyhangú. És aki az összes napirendi pontot elfogadja, azt kérem készületatásra szavazom, egyhangú. Köszönöm. Jó. Akkor én kezdenem egy egyszerű tájékoztatóval, és utána erről akarunk beszélni, tehát a bölcsödéről kapcsolatban tartanak egy tájékoztatót, és utána akkor, amikor napirendi pont lesz, akkor gondolom, akkor beszéljük át az egészet, nem napirendi pont előtt. Na, a történet annyi, mert múltkor már beszéltünk erről, hogy eredetileg itt az átköltözésnél arról volt szó, hogy minimális dolgokat kell csak megcsinálnunk. Azt meg is csináltuk kérésre, mint például a mosdókagylókat, a WC-ket kicserítünk kisebbekre, alacsonyabbra raktuk, ez megvolt. Arról volt szó, hogy beadjuk a papírt, és szüneteltetve lesz, és így akkor nem kellett volna semmilyen beruházást. Közben ott vezetőváltás történt, és az új vezető ez meg kiküdte, ő nem fogadta ezt el, és ő kiküdte az összes szakhatóságot. És kijöttek, és rengeteg mindent írtak össze. Az, hogy mondjuk a radiátorokra léceket kell rakni, ez egy dolog, úgy gondolom. Tehát voltak kisebb dolgokat, amit könnyűszerrel megoldottunk, és meg is oldottunk. Az ajtóüvegre például ilyen védőfóliát kellett felrakni, hogyha neki mennek és kitörnék, akkor ne szórodjon szét, hanem csak ilyen pókhálósan fog törni. Akkor a katasztrófavédők, akkor ők kiírták még a villámhárítót, még azt is el tudom fogadni, mert az megmarad. Ami miatt igazából a szüneteltetni kellett ezt a bölcsödét, itt 3,5 napra, ez a tűzgátló álmenyezet miatt kellett. Ezt írták elő a katasztrófavédők, nem voltak hajlandó elfogadni egy tűzgátló festést. Ugye azt tudni kell, hogy ezt magát az intézmény 2015-ben újítottuk föl teljesen, és mielőtt kezdtünk, egy teljes festést is végrehajtottunk benne, tehát hogy minden meglegyen. És a vállalkozót sikerült találni, meg szakembert, aki hajlandó volt a nevét és a szakmai tudását adni ehhez az egészhez. Az sem volt egy egyszerű történet. Beszerezni az anyagot itt az országban 3-4 helyről szereztük be, mire összeállt, hogy meglegyen a kellő mennyiség, hogy meg tudjuk csinálni ezt a tűzgátló anyagot. Fölszerelni már pénteken elkezdték, és egész hétvégén dolgoztak, de hétfő reggel azzal szembesültünk, hogy igazából nem olyan állapotok vannak, amiket az ember nyugodt szívvel tud befogadni a gyerekeket a bölcsödébe. És ezért kellett ezt csinálni, a vállalkozóval konzultálva, hogy inkább most 3,5 napig szüneteltetjük, és akkor hétvégére teljesen készen vannak. Most elvoltunk, megnéztük, nem akarom mondani, jó haladnak, mert egy része készen van már, de hétvégére kész fog lenni, és jövő héten akkor hétfőtől nyugodtan lehet menni, és minden előírást teljesítettünk, amit. Azt sajnálom ebbe az egészben, hogy én őszintén ezt fölöslegesnek látom, főleg ezt a tűzgátló álmenyezetet, mert itt milliók vannak, és milliókat dobtunk ki. Ilyenkor mindig fáj a szívem, amikor itt 3-4 milliót kidobunk az ablakon, és fölöslegesnek éreztem azt az egészet, de hát nem tudunk mit csinálni, végrehajtottuk. Nem tudom, jegyző úr. Csak minimálisan, polgármester mindent elmondott ezzel a helyzettel kapcsolatosan.
A tavalyi évben a kormányhivataltól az engedélyt beszereztük, ezt követően lehetett volna ezt a szünetelést 6 hónapra kérvényezni, amely előzetesen meg lett ígérve, ettől elzárkoztak. Én is sokallom, hogy egy olyan épület, egy zarándokház, amely funkciójában 3-4 hónapon belül, amikor remélem a szép új bölcsödébe visszaköltözik a teljes csapat, 5,5 millió forintért szét legyen verve, hogy utána a funkciót helyre kell ilyen állítanunk, és még 500 ezer forintért visszaállítjuk azokat a falakat, amiket most felépítettünk, és egy teljesen értelmetlen tűzhatárolót kellett beépíteni. Ennek az oka az, hogy maga a bölcsőde funkció egy magasabb veszélyességi, minőségi szintre van emelve bármilyen épületben, és ezért kötelező ezeket a feladatokat ellátni. Ezt a településen egy önként vállalt feladatként látja el az önkormányzat, igen sok pénzt tesz ebbe vele, teljesen ingyenesen, pedig meg lenne a lehetősége rá, hogy térítési díjat kér, de nem kérünk, mert azt akarjuk, hogy mindenki, aki itt él, Veremenden és Veremendi, érezze jól magát és érezze azt, hogy ez az önkormányzat tényleg a veremendiekért van. Ez a 3,5 nap, tudom, hogy és hallottam híreket, hogy egy-két embernek nem tetszik. Azt tudom mondani, hogy ezért augusztusban egy héttel tovább látjuk el a gyermekek felügyeletét. Ezt köszönöm a bölcsőde vezetőjének, hogy ezt bevállalták. De egy munkaterületen gyerekeket nem szabad és nem kell ellátni, illetve gondozni. Tehát én azt mondom, hogy jövő héten, hétfőn végre minden rendben lesz, és akkor az úgynevezett minőségi szinteknek megfelelő épületben láthatjuk el, amit majd kénytelenek visszaalakítani. Ennyit tennék hozzá. Jó, köszönöm. Laci, beszéljük az összes mindent, ami bölcsődével kapcsolatos, akkor, amikor napirend volt. Csak gondoltuk, hogy most legyen meg ez a tájékoztató, és akkor kibeszéltjük a bölcsődét teljes mértékben. Abszolút ehhez akartam volna hozzáfűzni. Akkor parancsolj. Tehát a kérdésem egyszerű, hogy 85 napja van-e a bölcsődének engedélye, működési engedélye? Az államkincstártól nincs, a kormányhivataltól van. Csak beszomorul az a dologban, hogy ezt, hogy át fogunk ide költözni az arándokházba, ez tavaly, mit tudom, valamikor nyáron döntöttük el, akkor dőlt el, hogy ez a történet ez így fog lejátszódni, addig, amíg a bölcsődének az új, megújult bölcsődének az építése, a Rákóczi utcai bölcsődé elkészül, addig fogunk ide, el fogunk jönni a zarándokházba. Erre volt gyakorlatilag fél év, nyugodtan ki kell mondani, hogy nem tudunk megfelelően fölkészülni. Most már az a része, hogy ez beleegyezett, az nem egyezett bele, ez engedte, az nem engedte, azt szerintem úgy hiszem, az ebben a történetben másodlagos. Szerintem. Szerintem határozottan kijelentem, hogy a képviselő úr félreértette a szavaimat, vagy igen, akarta félre akarja érteni. Nem akarja félreérteni, abszolút akkor nem akarja. Akkor még egyszer elismétlem, amit mondtam. Valóban tavaly novemberben le lett menedzselve ennek a bölcsődegenek költözése, utána a hivatal megegyezett az államkincstárral, hogy eként fog történni. Egy pozíciócsere történt, és ez az új ügyintéző ezt már nem vállalta be. Tehát ami a képviselő úrnak 5,5 millió forint nem tűnik úgy, hogy megmenteni kéne, akkor a sajnálattal hallom. Nem, a képviselő úr az 5,5 millió forintot természetesen sajnálja, meg nem szívesen adja oda, de azt még inkább sajnálom, hogy 85 napon keresztül ezek szerint, most mit tudom, ilyen engedélye, olyan engedélye működött, vagy nem működött az intézményünk. Ez a üzleti életben ez úgy működik, hogyha egy targoncának nincs engedélye, csak egy példát mondok, és azt ellenőrzésnél ez kiderül, annak elég komoly következménye van. Üzembejegyzési engedélye nincsen például is. És mi ezek szerint így mentünk, ahogy mentünk, és ezzel rendkívül kellemetlen helyzetet okoztuk a bölcsődében lévő gyerekeknek, a szüleinek. Én minimum elnézést kellene tőlük kérni, hogy ez kifejteni a képviselő, hogy milyen kellemetlen helyzet okoztunk a bölcsődében ellátott gyerekek szülei. Hát azt okoztuk, hogy azok például dolgoztak ma és holnap is, meg holnap után is, meg egész héten, és a gyereknek nem ment bölcsődébe, valahogy meg kellett oldani, hogy otthon legyen. Köszönöm. Valaki meg tudta ezt oldani a visszajelzések alapján, de volt, akinek ez elég komoly kellemetlenséget okozott. Megítélésem szerint felmértük, hogy ezzel valóban kellemetlenséget okoztunk a szülőknek, amire elnézést kérek, de cserébe a bölcsődevezető asszonnyal egyeztetve egy hét augusztusi időtartamot, pluszba a kollégák bevállaltak, tehát plusz egy hetet kapnak erre a 3,5 napra, amikor a gyermekfelügyeletet továbbra is ingyenesen megoldjuk egy önként vállalt feladat keretében. Még egy mondatunk van, csak hogy az állam
ha egy intézménynek nincs engedélye, akkor kap a támogatást, vagy nem a támogatást? Ezzel hogy állunk a pénzügyi részében? Önrevíziót kell végeznünk, és természetesen erre az időszakra nem kapunk támogatást. Az mekkora összeg lesz körülbelül? Nagyságrend. Majd amikor megkapom az engedélyt, akkor pontosan ki fogja számolni a pénzügyi osztályom. Oké, köszönöm. Még egyet csak annyit mondjak neked, hogy amikor az ASZK-t engedélyeztük, hiszen ugyanazok voltak itt, akkor kijöttek és megnézték már, és akkor rábólintottak az egész történetre, igen, hogy minden. Akkor már így álltak hozzá, pozitívan álltak hozzá, megcsinálták, és pozitívan álltak hozzá, és amit kértek, azt megcsinálták. Utána már nem is akartak kijönni, mert látták, hogy rendben van. Lajos, egy kérdés csak. Most ez miatt, a tűzgátló dolog miatt jutott eszembe. A Rákóczi úti, tehát a rendes bölcsödénknél ott számoltunk ezzel, hogy... Természetesen. Ott az egy teljesen más. Azért mondom, hogy tervező is tervezte, meg mi egymást. A 21. század végére. Jó. Azért mondom, mert nehogy belefussunk abba, hogy már minden megvan. Megcsináljuk, és utána mondják, hogy ott is kell. Csak ez nem bölcsödének készült, tehát... Na jó, persze. Ez az épület zarándoklásra, vendéglátásra, ugyanezre. Jó. És jó. Ilyenkor mindig sajnálom, amikor ennyi milliót ki kell rakni, és utána meg vissza kell állítanunk az egészet. Is lehetett volna. Ez nem kevés pénz, tehát... Na, jó, menjünk tovább. Akkor főleg ebbe igaza van a jegyzőnek, amikor ennyi beruházás van, akkor mindig rosszul jön ez. Na, az első napirendi pont, az étkezés, illetve személyes gondolkodás körébe tartozó térítési díjak felülvizsgálata. Zsolt? Köszönöm, polgármester úr. Ugye ezzel kapcsolatban ezt a pénzügybizottság elég részletesen megtárgyalta, sőt a bizottsági ülésen még kértünk kiegészítő számlásokat is, amit megkaptunk a pénzügyi csoporttól, és ennek szellemében hosszú egyeztetés után meghoztuk a határozatunkat, ami mi első körül felolvasom a határozatot, és utána hozzátennék egy-két fontos információt szerintem. Az 5/2019-es számú határozatunk az úgy szól, hogy a pénzügyi bizottság a pénzbeli és természetbeli támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015-es önkormányzati rendeletet, illetve annak a szociális személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjairól szóló 2. számú melléklete, valamint az iskola napköziből biztosított intézményi étkeztetési térítési díjakról szóló 3. számú melléklete módosítását nem javasolja, a díjak emelését nem tartja szükségesnek. Ugye ez azt jelenti, hogy amíg 2018. április 1 napjától hatályos a szociális személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjai, azokon nem kívántunk változtatni, illetve 2016. április 1-től az intézményi étkeztetési térítési díjak vannak érvényben, és azon sem kívántunk változtatni. És ennek az oka az ugye az, hogy ugye a pénzügyön gyakorlatilag nekünk segítségképpen kiszámolták a tervezett önköltségeket, illetve azokat az összegeket, hogy melyik szolgáltatás után ugye mennyi az a maximum, amit el lehetne kérni. És ugye az nagyon fontos, és szerintem szükséges is megjegyezni, hogy az intézményi térítési díj az nem azonos a személyi térítési díjjal, illetőleg, hogy a törvény szerint az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Ugye arról már beszéltünk, hogy 2015 óta megváltozott ennek a számításnak a metodikája. Csak egy-két számot érzékeltetésképpen, hogy mennyit engedne az állam ugye elszámolni, ezzel szemben mi mit számítunk fel. Például a házi segítség nyújtása számított díjakra, arról ugye engedne 1437 forint per óra per főt, és ez nálunk 0 forintban van megállapítva, és 300. Bocsánat, az 300, igen, a személyi gondozás, az idősek nappali ellátása és a fogyatékos személyek ellátására van 0 forint megállapítva, és ahol leginkább eltöltöttük az időt, és leginkább vitatkoztunk, az az idősek szociális otthonánál az alapellátás. Ugye azt tudjuk, hogy 78.600 forint most jelenleg.
és erre kaptunk egy kiegészítő számítást, hogy a 2018 évi teljesítés alapján, illetve a 2019 évi tervezett alapján a szolgáltatás önköltség havi összege, azaz amit maximum megállapíthatnánk térítési díjat, az a 18 éves alapján 202.740 forint fő per hó, és a 2019 évi tervezett számítások alapján pedig 201.780 forint. Ezzel szemben mi 78.600 forintot számítunk föl. Azt gondolom, hogy nem járok messze a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy a szűkebb és a tágabb környezetünkben lévő ugyanilyen intézményeknél ennél jóval magasabb térítési díjakkal számolnak és dolgoznak. Ugye nyilván mi is először gondolkodtunk abban, hogy megemeljük, de aztán egyeztettünk a szakmai szervezettel, az érintett felekkel, és akkor azt az információt kaptuk, hogy mi az összeget pontosan nem tudjuk, de nagy valószínűséggel, hogyha emelnénk a térítési díjakat, csökkenne az állami támogatás, és akkor ebbe azt gondolom, hogy egységesek voltunk, hogy akkor nyilvánvaló maradjon az állami támogatás, és a bentlakóknak emeljük meg az alapellátási összegét. Én összefoglalva ennyit szerettem volna erre elmondani, de még egyszer hangsúlyozom, hogy nem javasoltuk a módosítást, és nem kívánunk változtatni a térítési díjakon. Köszönöm. Én már azt hiszem az Ilditől, ugye hallottam tőletek valami térítési díjat a közelbe, nem? Vagy a Monitor? Hogy egy közeli intézményben minimálisan volt több, jól emlékszem? 5000 forinta volt drágább egy közel intézményben. Most nem akarnak megnevezni ezt az egészet, akkor ne nevezzük. Okay. De ennyi volt a különbség. Ildi, szeretnél valamit esetleg mondani? Mivel a te intézményedről van szó most. Ezzel kapcsolatban? Igen. Tekintettel arra, hogy most azért ennek a rendezvényteremnek az építésénél, ugye, hogy a kisöregeknek okozott a legnagyobb kellemetlenséget. De arra való tekintettel ebbe az évbe én sem javaslom a térítési díjemelést. Egyrészt ezen oknál fogva, másrészt meg igyekszünk azt gondolom jól gazdálkodni, hogy nem sokat kell az önkormányzatnak hozzátenni. Igyekszünk jó szakmai munkát nyújtani. És még azért azt el szeretném mondani, hogy a múlt héten kaptunk egy nagyon szép, úgymond szóbeli dicséretet, vagy inkább ilyen véleményezést. Az Orvostudományi Egyetemnek a vezetősége, akinek az egyik hozzátartozója hozzánk került, és végzett úgymond egy ilyen közvéleménykutatást így a megyében lévő kórházak között, és a sürgősségi osztályokról, többek között Pécsről, meg Mohácsról, meg itt környéken is azt a visszajelzést kapta, és ezért is választott bennünket a hozzátartozójának, hogy már a Beremendi idősek otthona a környéken messze a legjobb otthon. És ez olyan nagyon jól esett nekünk. Azt gondolom, ez egy jó elismerés. Gratulálok hozzá. Amit teljesen egyetértek avval, hogy igazából a gondozási központ lakói azok nagyon sokat tettek ezért az egész történetre, hiszen ők feláldoztak az életterüket azért, hogy a gyerekeknek meglegyen a normális étkezésük, tehát ezt csak köszönni lehet. Másik felet nem is javasolnám én se ezt a térítési díjemelést. Úgy gondolom, hogyha a kimutatások is nem javasolják, akkor igazából nincs miről beszélni. Parancsolja. A pénzügyi bizottságon nem tudtunk a helyszínen dönteni, mert e-mailes mondjuk szavazás volt, vagy véleménynyilvánítás adatok hiányába, illetve az intézményt nem képviselte senki. De azért a másik oldalát is mindenképpen el kell, hogy mondjam, mert 2018-ban 7,1 millió forintot támogatta az önkormányzata az intézményt. Tehát durván 50 körüli a létszám, 150 ezer forintot adtunk mindenkinek a itt lakásához, szóval ezt mindenképpen el kell mondani, mert nekem a fenntartásom az abból van, hogy jelenleg most az állam ennyit ad, annyit ad, az teljesen bizonytalan, hogy mennyivel fogja ezt kiegészíteni, azt az elmondásban úgy szerepelt. És tehát én nem értek el azzal egyet, hogy nem emeljük az árat, én én egy 3%-os emelést támogatnék, szóval javaslok a részemről,
mert sokkal szerencsésebb volna most emelni egy nyugdíjjal, illetve az inflációnak megfelelő összeggel, pontosabban nagysággal, mint hogy esetleg itt a támogatási rendszerbe, vagy az adó iparüzési adóba egyáltalán mi lesz, mi nem lesz hosszú távon, jó lenne, ha lenne, természetesen, de bármi előfordulhat, és akkor nem 3-mal kell emelni, hanem mit tudom én, 13-mal, vagy nehogy Isten még többel. Az érveknek egyik része ez volt, amit az elnök úr elmondott, de én ezt mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy tehát egy ilyen része is van a történetnek. Parancsolj, Zsolt! Köszönöm. Reagálva a képviselő úrnak a felvetésére, valóban a kiinduló pont először ugye nálunk is az volt, hogy valamennyivel emeljük, és akkor nagyjából ez a 3%-os volt a kiinduló pont, de miután ugye megjött ez a kiegészítés, amivel világosan láttuk, hogy mennyit lehetne felszámolni, illetve hogy ez is önként vállalt feladat, és nyilvánvaló, hogy az önkormányzat valamennyivel hozzá kell, hogy járuljon, és a költségvetésünkhöz képest ez a, tehát naturális számként a 7 millió forint az biztos, hogy nagyon sok, de a költségvetésünkhöz képest azért ez egy olyan összeg, ami szerintem vállalható, és még egyszer a legfontosabb szempont az az volt, hogy annak az információk a birtokában, miszerint akkor csökkenne az állami támogatás, tehát gyakorlatilag nagyjából ugyanott lennénk, csak azt a részét, azt a bentlakók fizetik meg. Természetesen azt én is aláhúzom, hogyha ebben majd kardinális változás fog következni, és már ez az alapellátási díj ez nem lesz elegendő, akkor lehet, hogy nem 3%-ot kell emelni, de azt majd akkor kell eldöntenünk. Tehát most még ez belefér, és ezt így 8 évvel tudtuk támogatni. Évente kétszer van lehetőség a testületnek, hogy emeljen igazából. Tehát az év második felében is megteheti, hogy látja, hogy szükséges minden további nélkül. Itt a beadványban itt nem 4 milliót látok, és itt 4 millió 81 ezer. Én is kevesebbre emlékszem. Értem az egészet most akkor. Szerintem az a 7 millió forint az a Az a 7,1 millió. 2019-ben mi lesz? Reméljük, hogy elég lesz a 4 millió is rá, de az egy részben bizonytalan. Jó. Van még, Lajos? Nekem itt elhangzott, hogy 2016-ban volt utoljára emelés. Most nem a gondozásról beszélek, hanem az étkezésről. És én úgy hallottam, hogy a norma azóta, tehát nehéz már kijönni a normából, zöldség és gyümölcsök áremelkedése olyan fokú volt, hogy állítólag a normából nem lehet már kijönni. Nem voltam pénzügyi, nem tudom, mert nem tudtam ide érni, sajnos, de szóval nekem ilyen információ van, ha téves, akkor egyszerűen. Nem, ezt, hogy milyen alapanyag emelkedések voltak, ezt nem tudom. Amiatt nem tárgyalt a pénzügyi bizottság, mert ugye ehhez is egy nagyon pontos számítás kell, mint minden évben, amit ugye a konyha vezetői, élelmezés vezető szokta megadni. Csak ugye az intézményben mindenki tudja, hogy most volt személyi változás, és aki most állt be, a polgármester úr meg tudja mondani a néhány napja, hűtőre ez nem volt elvárat, hogy ezt most rögtön nekünk pénzügyi bizottsági ülésre úgy prezentálja, hogy azt hitelt érdemlően el is tudjuk fogadni, és mint ahogy az előbb elhangzott, hogy egy évben kétszer lehet erre visszatérni, erre biztosan vissza fogunk térni ennek az évnek a második felébe. Igen, tehát azt lehet elmondani, hogy a konyhánál a régi vezető az már nyugdíjban van, az új meg most kezdett. Tehát pont erre a váltás időszakra esik, nem tudsz így semmi olyant, muszáj egy kicsit várni, hogy beálljanak a dolgok.
Tehát kicsit szerencsétlen, hogy a konyhánál most mentek el a vezetők, vagy mennek, és az új az még nem tudsz vele mit kezdeni. És továbbiakban is van, hogy kétszer lehet emelni, minden további nélkül második alkalommal. Biztosan visszatérünk. Most itt, ha már ennél a napi rendnél tartunk, itt a konyha, meg hogy ki megy el, meg ki nem. Igazából a faluból hallottam meg, hogy a Rozi a Kirtnerné úgymond fölmondott, és a héten van utoljára, úgy tudom, ugye, és már van más helyette. Na most én, amikor ezt meghallottam a faluban, akkor felhívtam, hogy ugye én hír, és azt mondta, hogy nem. Tehát igaz a hír, hogy fölmondott. Kérdeztem, hogy milyen indokai vannak. Egyet-kettőt mondott, de én azt hiszem, hogy hibát követtünk el, mikor azt mondjuk neki a fölmondásnál, hogy nem kívánjuk föltárni a fölmondás okát. Én úgy gondolom, hogy ha másért nem, legalább azért, hogy a későbbiekben tanuljunk ebből, vagy ne menjünk bele ugyanebbe az utcába. És ez miatt, ez volt az egyik, ami miatt mondtam, hogy napirend előtt szeretnék egy-két dolgot, ez is többek közt oda tartozott. És akkor kérdeztem tőle ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy ő szerinte már normát kellett volna emelni, a tavalyi számokból ez látszik. És én úgy gondolom, hogy aki 20 évig itt dolgozott, és meg voltunk elégedve a munkájával, szerintem másképp kellett volna úgymond elválnunk tőle. Ennyi hozzászólni. Jézor, mindenképpen szót kell kérnem. A polgármester úr bejött és benyújtotta a felmondását Kirtnerné. Ő azzal indokolta, hogy Budapesten él a gyermeke, az unokája, megmondja őszintén, már nem nagyon köti semmi Berementhez, hazamegy a panelbe, becsukja az ajtót és magányosnak érzi magát is. A gyerekei mindketten, bocsánat, a veje is a rendőrök, és ezért neki sűrűn kell az unoka miatt felutazni, hogy vigyázzon rá, mikor 24 órás szolgálatot látnak el. Tehát én itt most nevét tudom értelmezni, hogy hogyan kellett, ő bejött, beleadta a felmondását, én megköszöntem a munkáját, kértem, hogy március végig maradjon, mert nagyon nagy szükség van rá, hogy az átadás átvétel megtörténjen. Ezen kívül minden szabadságát, minden járandóságát a legtisztességesebb és a legutolsó forintig megkapta, elszámoltunk, és én azt tudom mondani, hogy mosolyogva, jó hangulatba váltunk el. Tehát én most én ezt nem értem, hogy ez mi. Mondom, ha valaki beadja a felmondását, én felnőtt embereket mindig partnerként kezelek, ha ő úgy dönt, hogy felmond, én azt tudom mondani, hogy természetesen jeleztem neki, hogy szeretném, ha maradna, nagyon örülnék, és én is maximálisan meg voltam elégedve a munkájával, ő családi okokra hivatkozva ragaszkodott a felmondáshoz. És bér is lett emelve neki? Így van. Pont. Tehát a többiekhez képest magasabb bér lett neki adva is? Jó, hát figyelj, de régebben is mondani. Magasabb bér volt az élelmezés vezetőnek adva, mert az mást is csinált, ugye? Mind erkölcsi, mind anyagi vonalon megbecsültük, minden döntésbe az új konyhába bevontuk őket. Még ő választhatta ki meg a volt vezetőasszony a gépezetet, mindenben a szakmai és az emberi oldalról, mind élelmezés, vezető helyettest megtiszteltük. A rendezvényterem és konyhával kapcsolatos minden döntésbe itt voltak, benne a hivatalos itt lett velük megbeszélve. Ebből kifelag igazából nem értem ezt az egészet, mert itt ültünk benne, és itt beszéltük át az összes gépet. Tehát mindent, ami konyhához a legkisebb közük volt, az mind itt voltak. Nem tudok más mondani neked. Ezt aláírom, hogy a gépek kiválasztása. És a bérni is nem lett elfelejtve a történet, tehát. De akkor, amikor hogy mondjam, nem igazán tudok olyan intézményről a napközünk kívül, hogy bárhova vettek volna fel új dolgozót, hogy az aktuális vezetőtől nem kérték ki a véleményt. De ki lett kérve? Ki lett kérve? Ki lett? Érdekes. Nekem nem lesz kérve. Még az ANT-t is bekerestem a megye, vagy a járáson. Ennyi. Tehát azokkal is egyeztek veled?
mivel nekik nagyobb rálátásuk van erre az egész körzetre, mint az önkormányzatnak. Az állategészségről van szó, nem a személlyel, hanem az, hogy egy intézménybe felveszünk valakit úgy, hogy az intézmény vezetővel nem beszéljük meg, hogy szóval ilyen, de én nem emlékszem, hogy ott volna valahol. Meg lett beszélve. Csak nem a Rozival, hanem az Irénkével. Irénkével tehát is. Ő papíron még most is az Irénk a vezető. Most felmentés idejét töltött, tehát még nincs nyugdíjban. Tehát mind nincs még, azt hiszem augusztustól vagy valami, igen, ugye? Tehát ővele egyeztettünk, a jegyző ővele egyeztetett a gépeknél, meg a Rozi is ott ült, meg az összes ilyen kiválasztásnál, mind a ketten ott voltak. Én nem akarok ebbe dönteni, mert hiszen ők értenek hozzá. Nem mi mondtuk föl neki, ő akart elmenni. Igen. Kész. Ha valaki meg fölmond, te is tudod, hogy ott nincs mese, akkor el akar menni, akkor el kell engedni. Jó, csak hogyha az indokai mindegy, az, hogy sajnálom, volna, akkor lehet, hogy nem. Az egy más dolog, hogy az ember sajnálja, de akkor, nem tudok más mondani. Lehet, hogy megváltoztatta volna. Hát nem hiszem, hogy egy unokával meg egy jó pestéjással tudunk rivalizálni. Persze, hogy nem, az biztos. Na, akkor ehhez képest ez a pénzügyi bizottsági? Annyi, hogy ugye kiegészítés, tehát az 5/2019-es határozat ugye nem javasolja a pénzügyi bizottság, mivel elhangzott az előbb, hogy utána még kaptunk információt, és akkor egyenként kikérve a pénzügyi bizottsági tagoknak ezzel a véleménye, és akkor úgy egy szavazat volt, aki ugye 3%-os emelést javasolt, a pénzügyi bizottság többi tagja pedig a változatlan hagyását javasolta, és ezért született ez a határozat. Jó, akkor nincs más kérdés, akkor felteszem az 5/2019-es számú pénzügyi bizottsági határozatot, hogy támogatja, azt kérem készletatásra szavazzon. 5 igen, ellene, 1, köszönöm, 5 igen, 1 ellene. Zsolt, a 2018 évi költségvetés módosítása. Zsolt. Köszönöm. Ugye 2018 februári képviselő testületi ülésen fogadta el a képviselő testület az önkormányzatunknak a 2018 évi költségvetését. Ugye az időközben meghozott költségvetést érintő képviselő testületi határozatok, intézményi átcsoportosítások és egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé az ismételt módosítása. A rendelet jelenlegi módosításával a költségvetés főösszege az 2.134 millió forintban került megállapításra, míg az általános tartalék összeg az 3.451 ezer forint volt, művelési céltartalékunk az 492 millió, és felhalmozási hiányunk az pedig 475 millió forint. Ehhez a napirendi ponthoz kimentek a szokásos mellékleteink, illetve a rendelet módosítását is mellé volt csatolva. Gyakorlatilag a mellékleteknél a legvégén, hogyha megnézte a tisztelt képviselőtestet, akkor ott látja, hogy gyakorlatilag a teljesség igényében mindenki van mutatva, ami ebbe a negyedéves időintervallumban a költségvetést tette bármilyen irányban, és módosításra került sor. Ugye az állami támogatások miatt például a szociális ágazati pótlék támogatása, a bölcsődei kiegészítő támogatás és a közfoglalkoztatási program által elnyert támogatás miatt testületi határozatok, ugye felújítási, beruházási munkálatok, Belemenni Sport Kft. Támogatása is, még sorolhatnám a többit, ami benne volt, és voltak polgármesteri engedéllyel intézmény átcsoportosítások. Ez rendszerint a rendezvényteremhez történő átcsoportosítások voltak a felújítások és a beruházások kiemelterő irányzatain belül. Ezt átlányadok, és gyakorlatilag így per 2019-es számú határozatunk szól arról, hogy a pénzügyi bizottság a tisztelt képviselőtestületnek elfogadása javasolja a Veremegye Nagyközség önkormányzata 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018 számú rendeletének módosítását a kiküldött előterjesztésnek megfelelően. Köszönöm szépen, hogy nagyon gyorsan összefoglalva. Igen. Ehhez kérdés, Lajos? A február közepén ugye elfogadtuk a költségvetést, és utána héten kérdezik a gyárban szokás szerint, hogy hallom, hogy sorba mennek a konyhások aláírni a fizetésemelésüket.
a szakácsok, a kézilányok. Ezzel nincs is semmi baj, mert én úgy gondolom, hogy meg is érdemlik, és hogyha ha szavazni kellett volna róla, akkor természetesen igennel szavaztam volna, meg a többi képviselő is, de erről megint csak úgy tudunk, hogy valaki fölhívja a figyelmet rá. És nem hivatali dolgozó, hanem falubeli, gyári dolgozó, meg aki a faluba van. Annyira kényelmetlen dolog ez, hogy megkérdeznek valamiről, és ezt annyiszor elmondtam már, megkérdeznek valamiről, és az ember nem tud mit mondani rá. Az információ áramlással baj van. Egy körtelefon vagy valami, ez van, emeljünk, oké, ennyi. Költségvetést is érinti. Szerintem annyit megért volna, hogy körbe telefonáljunk és beszéljünk róla, vagy összeülünk egy fél órára, vagy valami, ahogy más miatt is megtesszük sokszor. Én úgy gondolom, hogy ezen javítanunk kell mindenképp, mert mondom, egyre kényelmetlenebb az, hogy bármit kérdeznek, és van még legalább kettő, amit majd meg fogok kérdezni, mert ezt is kérdezik, és hülyén érzem magam, hogy nem tudok rá válaszolni. De nem csak én, hanem ha körülnézek, szerintem más kérdeznek meg ez ügyben, akkor ugyanúgy nem tudnak rá válaszolni. Akkor én annyit tudok mondani, hogy neked, hogy amikor költségvetés be van terjesztve, akkor már minden, ez is a béremelésektől kezdve, minden meg van beszélve, és úgy van előterjesztve, hogy ezekkel a mindenkinek a bér módosításával együtt, mert nem csak a minimálbérek emelkedtek, hanem amik rá lettek rakva, ahogy mondtuk az előbb, a konyhásoknál is rá lett rakva, amennyire csak tudtuk. Ez egy jelentős bér plusz jelentett, evel együtt, amikor elfogadtad a költségvetést, gyakorlatilag ezt is elfogadtad. Ha bejöttél volna, megnézheted, nem titkos dolgok ezek. Na de hogy most nem tudok más mondani. Tehát, figyelj, bejöttem volna menni. Hát előtte héten a költségvetés tárgyalásánál azt mondott, hogy ebbe benne van, hogy a konyhásoknak x ennyi forint emelés van, vagy valami, akkor tudok róla, vagy tudom. Ti tudtatok róla? Anett, te tudtál róla, vagy Sanyi? Nem. Zsolti? Nem, konkrétan biztos, hogy nem volt róla. Ha az én tudásom jó, akkor szerintem annyit mindenféleképpen illik hozzátenni, hogy valóban a költségvetés ugye bejön a testületre, de a testületek a költségvetési főszámokat kell elfogadni. Hogy mi van mögötte, ha nem mondják el, akkor azt nem tudjuk. De ez nem is a testületi döntés kérdés. Én azt gondolom, hogy a vezetőknek most a de jegyző úr vagy polgármester úr, segítsetek, hogyha ezt nem jól gondolom, de ez a ti személyes felelősségetek, hogy kinek mennyi. Persze, hogyha tudunk róla, akkor ezeket mondjuk esetleg el lehet kerülni, de nekünk képviselőknek az egyenként döntésben, hogy kinek milyen mértékű béremelést van, arról nem kell, és őszintén szólva én nem is szeretném ennek az ódiumát átvenni. Nem is kell. Ez nem a ti felelősségetek. Nem is erről van szó. Ez a most, mindenkori vezetőké. Hogy XY mennyi pénzt kapott, hanem hogy azt mondom, hogy jó. Megemeljük ennyivel. Akkor én adnák szót a Molinak. Minden intézményvezetővel is itt ülnek, hárman is, cáfoljanak meg, ha nem így van, be vannak hívva, egyeztetve vannak. Úgy, hogy a pénzügybizottság elnöke is mondja, itt a költségvetés elfogadásánál keretszámok, fő előirányzatszámok vannak elfoglalva. Hogy az az elemi költségvetésen belül hogy alakulnak, az az intézményvezetőknek a feladata. De Móni, akkor miért ülünk itt, ha nem tudunk róla? Szerinted? A főszámokat elfogadjuk, oké. De ha valamit is kérdeznek, akkor nem tudunk róla semmit mondani. Azért ennél kicsit többet. Én azt elhiszem, hogy a jegyző úr vagy a polgármester úr kompetenciája, és nem is vitatom. Persze, nem a döntésnek a jogos. A jogosságát sem vitatom, mert mondom, ha szóba került volna, két kézzel támogattam volna, mert tényleg, hogy egy szavunk nem lehet rájuk, jól főznek, bárki jön ide, bárki eszik náluk, színvonalasan, a rendezvényeik, minden, tehát, és senki nem mondta volna, hogy ne. Én mondom, hogy az pénzügyi bizottságért most nem vagytok, ez elég így
Igen, szeretném hozzátenni. Tehát, hát pedig ugye, itt, akkor itt voltam pénzügyi, mikor a költségvetést tárgyaltuk. A pénzügyi bizottság, de ezt mindenki tudja, mert ez mindig így működik, hogy az elemi költségvetést ott kihangsúlyozzuk, hogy előtte hosszú hetek munkája előzi meg, hiszen az intézményvezetők bejönnek, és az elemi költségvetést azt ők állítják össze, és mi akkor már nem az intézmények elemi költségvetését nézzük meg tételesen, hanem az egész összevont költségvetési mérleget, és kiemelt előirányzatunként. És ugye ott benne vannak a személyi juttatások, de az már egy összegben van benne, hiszen itt akkor, hogyha ennyire részleteibe mennénk, akkor itt nem csak a konyha, hanem az összes dolgozónak a... Szerintem egyik képviselőnek sincs olyan értelme köze hozzá, hogy az az intézményvezetőnek a saját döntése, és azért a saját döntésért ő vállalja a felelősséget. És amikor már bejön a pénzügyi bizottságira a teljes költségvetésünk, akkor ezen már túl vannak az intézményvezetők és a pénzügyi csoport. De én ebben sosem óhajtottam beleszólni, ezután sem fogok, mert nem az én dolgom. Vagy nem a mi dolgom, most értem én a pénzügyi bizottságot ez alatt, bocsánat, nem egyes számban, nem, akkor nem a mi dolgom. Így van. Zsolt, én továbbra sem arra vagyok kíváncsi, hogy a Juliskának vagy a Mariskának mennyi pénzt adnak, mert tényleg nem tartozik rá. Na de, azért annyit mindenképp elvárnék, hogy arról van szó, hogy a bérek meg a juttatások benne vannak. Azt mondom, hogy ott, ahol a minimálbér érintve van, vagy valami, vagy a bérminimum, tehát amiket meg kell adnunk, az van, és azon felül van egy X összeg betervezve béremelésre, én nekem ez untig elég. És nem akarom forintosan tudni, hogy ki mennyit keres, mert tényleg nem érdekel. De erről azért, erről... Magát a béreket nem is küldheted ki személyre szabottan, tehát azt nem teheted meg. Tudom, azt tilos kiküldeni, hogy azt mondja, ennek ennyi van, annak annyi van, ezt nem teheted meg. Tudom, személyiségi jogi. Olyan 10 milliós bőség. Tudom, ezzel tisztában vagyok, de most sem azt kértem. Erre lehetőség sincsen. Tehát ez törvényellenes. Ebben nem tudom mást mondani. Elbeszélünk egymás mellett. Igen, tehát értem én a Lajost, hogy mit akar. Tehát ő azt szerette volna, hogyha amikor van bármelyik intézményről szavazás, akkor előtte annyit legalább, hogy ebben a keretben van benne ilyen és ilyen emelés pont. Így van. Tehát és nem érdekel, hogy ki igen, mennyit tehát, kap, nem részletesen akarja Lajos ezeket tudni, hanem csak ezt az egy mondatot szerettem volna hallani, hogy történt egy ilyen, hogy megbeszélték, átbeszélték. Ennyi. És hogy benne van egy béremelés. Műhelyes fiúknak ennyi, meg egyáltalán. Pontosan. Nem kell itt részlet, szerintem. Én azt javaslom, ez most jegyzőkönyvbe került, megértjük a szándékot, és igazoltan a jegyzőkönyv alapján ezt bele fogjuk építeni a tájékoztatásba. Nem kötelező, de meg fogjuk tenni. Meg lehet csinálni, most nem egy akkora valami, így de... Van, persze, most azért mondtam, hogy... Mi keretszámokat kapunk a pénzügyi bizottságon, előtte az intézményvezető a keretszámokat. Tudom, hogy ha erre igényt tart az alpolgármester úr, ez az egy mondat bele fog. Ők hetekig dolgoznak előtte, hogy két percről volna szó, szóval két perc ott beleférne. Rögzítettük a jegyzőkönyvbe. Oké, tudom. Valami kérdés még? Akkor feltenném szavazásra 4/2019-es számú pénzügyi határozatot, aki elfogadja, azt kérem készletatásra szavazzon. Rendeletet. Rendeletet. Határ? Igen. Jó. Igen. Egy hangú. Köszönöm. Köszönjük. Következő közbeszerzési terve elfogadása. Ez megint egy olyan dolog, amit minden évben kell. A közbeszerzési tervünknél 2 beruházást raktunk be. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés, konkrétan a tornatermet. Bár sajnálatos módon még mindig nem írtunk alá szerződést, és nem tudni, hogy hol ragadt le, hogy a megyén vagy Budapesten, de gyakorlatilag le van ragadva. A másikat meg beraktuk a vízi közművek rekonstrukciók alapjából nyújtható támogatásra, tehát az ivóvizes, hogyha megnyerjük, akkor ne kelljen berakni, mert ennek szerintem a döntéseit április elejére meg fog lenni, és akkor ne kelljen berakni, ennek nincs akkor a jelentősége, ha véletlenül nem nyerünk, akkor bennmaradt, kész. Szerintem egy bő hónapon belül meg fog lenni, mert hát egy éved van utána, nem is egész jövő március, tehát 2020 március végéig kell befejezned a beruházást. Tehát nagyon szűk a határidő, én úgy gondolom. Tehát ezek vannak benne. Egyelőre más nem látok, ami olyan mértékű lenne, ami miatt itt közbeszerzést kell nekünk végrehajtanunk. Ebben kapcsolatban
Akkor aki elfogadja a közbeszerzési tervet, azt kérem készültatásra szavazzon. Egyhangú. Köszönöm. Akkor Margó, a bölcsődei gyermekek beiratási napjának jóváhagyása. Ugye bejött kérelembe az, hogy a beiratás április 8-án, 9-én legyen 8-tól 15-ig. Igen. És igen, tehát akkor... Igen, jó. Egyszer akkor kell erről egy határozatot hoznunk. Nem tudom, Margó szeretné valamit mondani? Nem. Mivel múltkor azt mondtátok, hogy mivel az Ovi is kérte az időpont engedélyeztetését, így én is akkor beadtam azt, hogy legyetek szívesek ezt a két napot engedélyezni. Jó, nektek jó egyértelmű. Beiratkozás. Igen, tehát akkor a... tehát ha nincs más kérés, akkor az április 8-a, 9-én, akkor 8-tól 15-ig lenne a beiratás. Arra kérem készültatásra szavazzon, aki támogatja, egyhangú, és kell még egy határozatot hoznunk. Ez a 3,5-4 napos bezárásról, tehát a március 26-tól 29-ig ebben kapcsolatban is kell egy határozatot hoznunk. Aki ezt támogatja, azt kérem készültatásra szavazzon. Egyhangú. Köszönöm. És elnézést, még egy határozatot szeretnék. Az április 18-ára, amikor van a bölcsödé országos napja. Mivel azon a napon... Jó, köszönöm. Igen, mondtatok, hogy április 21-re volt, azt hiszem, kiírva, pont húsvét napjára, ugye? Valahogy úgy esett. És 18, igen. És akkor így előre hoztátok, és akkor... Ez már nem van. Előrébb hoztátok. Ne egy húsvét napján legyetek ott együtt. Jó, akkor menjünk tovább. A könyvtár tevékenységéről beszámoló. Sanyi. Igen, köszönöm szépen a szót. Biztosan van, aki emlékszik rá, hogy én kértem azt, hogy ezt tegyük májusra ezt a beszámolót, és mondhatom azt, hogy ember tervez, Isten végez. Közben két héttel ezelőtt kaptunk egy körlevelet a Csorba Győző megyei könyvtárt, hogy mégiscsak jól lenne március 31-ig egy elfogadott beszámolóval és egy munkatervvel rendelkezni a könyvtáraknak, mert hogy ezt nekik még összesíteni kell, majd is úgy kell tovább küldeniük a minisztériumba. Ezért van az, hogy én most kértem azt, hogy akkor mégis márciusi ülésre jöjjön be ez a két anyag. Hát a szám adatokkal én nem nagyon, tehát azokat én kigyűjtögettem, körülbelül ezek a statisztikák, amiket az 2018-as évben gyakorlatilag ezek voltak a mi számaink, és a 2019-es évre valami hasonlót tervezünk. Én azt gondolom, hogy egy picit arról beszélnék én, hogy ma a könyvtárak, és ebben a mi könyvtárunk sem különbözik, azt hiszem kétfelé kell választani a szolgáltatását. Van egyszer egy hagyományos könyvtári szolgáltatás, ami a könyvekkel, egyébben is olvasással kapcsolatos, és nagyon erőteljesen és egyre erőteljesebben jelenik meg az igény a digitalizációra és a digitális világra való felkészítésre, és ebben a tekintetben próbálunk mi is menni a világ után, mert hogy azt biztosan tudja mindenki, meg hát itt beszámoltam, hogy a digitális jólét pontként üzemel a könyvtár. Azt is elmondhatom talán kicsit büszkén is, hogy 2018. július 1-től a megyei hálózati vezetői szerepet láttunk el, ami nem kicsi feladat, mert azért azt tudni kell, és akkor még talán mi sem vagy, én sem gondoltam, amikor ebben nagyon büszkén belevágtam, hogy Baranya megye az a megye, ahol 190 ilyen mentor dolgozik, és ezeket próbáljuk meg koordinálni. Ezzel szemben most vannak megyék, ahol 42, tehát amikor itt találkozunk, ezt azért mindig el is mondom, hogy azért ez így nem biztos, hogy arányos így. Vannak tervek arra, hogy ezen valamit változtatok, egyelőre ez így van. Egy-két projekt van, amit említenék a digitalizációval kapcsolatban, és aztán majd áttérek a hagyományos könyvtári szolgáltatásra, hogy persze arról sem feledkezünk meg. A GILOB 6.1.2 projekt keretében van egy gyakorlatilag az aktív korú dolgozóknak is vannak képzések. Ez most egy kicsit lefelé zajló ágban van, mert elég sokan voltak, 4 csoport lement már itt az évek alatt, és lassan azért majd a végére állunk, és most elindult egy új digitális képzés, ez az idősügyi képzés, ami viszont kifejezetten a nyugdíjas korosztályt célozza meg. Itt szintén már 2 csoport képzésével végeztünk, és körülbelül 3 csoportra való jelentkező van, akik idősek, akik szeretnék kicsit a digitális világban jobban eligazodni, a részükre tartunk képzéseket. És ezen kívül bátran meg szintén büszkén mondhatom, hogy a digitális gyermekvédelmi stratégiának a kidolgozásában részt vehettünk, ami viszont azt a célt
szolgálja, hogy ebben a nagy digitalizációban a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat valamilyen módon próbáljuk meg eligazítani, és erre egy kifejezett stratégia alakult, aminek volt egy pilot programja, amiben mi részt vettünk, ez jól lezajlott, és várhatóan hamarosan ebből lesz egy országos dolog, tehát egy előadások szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak, amiben akár mi is részt vettünk. Ez a digitális része a könyvtárunknak. A hagyományos része az marad a könyv, a könyvbeszerzés, amire köszönjük innen is a testületnek a hozzá nyújtott anyagi támogatást. Szervezünk író-olvasó találkozókat. Itt most néztem, hogy ő nem Lakatos Levente, ő csak Lakatos Levente, csak én valahol egy kicsit még egy jó betűt hozzáraktam a nevéhez. Ő volt tavaly nálunk a felnőtteknek. És a gyerekek számára pedig most már visszatérően van egy Holden Rose írói álnéven működő emberke, akinek ő az olvasásnak a La Mancha lovagja szerintem most jelen pillanatban, hiszen ő járja a vidéket, és mindenféle közművelési intézményekbe, iskolákba megy, és nagyon-nagyon jó hangulatú előadásokon, aki látta esetleg a televízióban, az láthatta, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú előadásokon próbálja meg a gyerekeknek az olvasás, a hagyományos olvasás szépségeit megmutatni. Őt meghívtuk, ő már volt nálunk többször, szervezzük itt őt meghívni, és őszre szeretnénk még egy hasonló jellegű előadást megszervezni, mint amit emlékszünk tavaly a Nógrádi György előadására. Több név van, amiről gondolkodtunk, de mindenkit kérek szépen, akár még a tévénézőket, és ha valakinek van egy olyan név, akit szeretne látni, nekünk most itt egy-két név jut eszembe, akit eszembe, Zaher Gábor, toxikológus például, aki remek hangulat előadásokat és előadásokat tart, vagy Lenkei Gábor, aki szintén egy olyan előadó, aki sok embert be tud vonzani, és érdekes témákról beszél, de van valaki, aki eszébe jut, akár nektek, vagy valakinek, akkor nagyon nagy örömmel veszük ezt az ötletet, hogy ki legyen, akit meghívunk. Az iskolai kapcsolat az viszonylag jónak mondható, hiszen nagyon sok olyan dolgot próbálunk meg, hogy a gyerekeket átcsaljuk valahogy az iskolába, egyébként a könyvtárba, egyébként azt el kell mondjam, hogy elég nehéz, és kis handicappel indulunk, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy amelyik gyereknek 5 éves korából darabják a tabletet, azzal mi könyvtárosok nehezen tudunk már utána megbirkózni, mert nagyon hamar elcsábulnak a digitális világban, szerintem mindannyian látjuk a családi környezetében, mindenkinek vannak gyerekek. De ettől függetlenül megpróbáljuk különböző olyan dolgokat hirdetünk meg számukra, amik esetleg behozzák őket a könyvtárba. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, van-e kérdés, parancsolás. Nekem itt a nullákkal van bajom, kintelen is, biztos csak elírás. Itt a pályázatoknál a top pályázat 4.300.000 és elnyertünk 23. Ja, hanem akkor ott 1-0 valószínűleg kivat, 43-at igényeltünk és 23. Gondoltam, hogy vagy az, vagy itt több egyet. Nem. Aztán az jó lett volna, csak 43-at igényeltünk és 23. Hogy március 19-ben és 2009-ben fejezett be. Tehát 10 évvel visszamész, mire befejezed az egészet. Bocsánat. Aztán semmi gond, az elején van még egy, 2017 is belekavar egyszer-kétszer. A 2018-as terv, az 500.000, a 18-as 10... csináltam valószínűleg. Ja, hallom, a 2018-as terv 500.000, a tény meg csak 50.000. Jó, vannak kisebb. Tehát azért mondom, az elírás az én képelési képesség. Több, ott egyel kevesebb. Ez az én képelési képesség. Jó, ezt csak ennyi. Ezt majd javítsátok késkész. Én nem ilyen technika, vagy ilyen jellegű problémát, hanem csak felvetem, hogy könyvekre jól emlékszem, új könyvek beszerzésére a keret azon 600 000 forint. Tehát mint tudom, 2-3 ezer forint egy könyv, az 20-30 könyv. Hát ez kérdés rossz, hogy ez nyilvánvaló kevés. Hát ez kevés, nem? Viszont igen. És a másik oldalon a digitális eszközök, amik nyilvánvalóan fejlődnek ezeket gyorsan. Tehát van-e ott annyi pénz, amennyit pályázatban innen-onnan, hogy lépést tudsz tartani, vagy lépést tudtok tartani? Ez a DJP-s pályázat, ez körülbelül, amit említettem is, ez olyan jó 1 millió, vagyis talán még kicsit több, de itt azért kaptunk olyan használható eszközöket, amik az oktatásban nagyon sokat segítenek. Mert azt is látni kell, hogy ma már például a hagyományos asztali számítógépeket azért nem is tervezem, hogy azt veszünk, mert teljesen felesleges, hát azok itt lassan kimennek a divatból. Jönnek a laptopok, sőt, mert nem a laptopok, hanem igazából a tabletek, meg az okostelefonok. Tehát ha majd fejleszteni kell, akkor majd arra felé kell elmennünk, de most egyelőre szerencsére ebbe a DJP-s pályázatba kaptunk annyi eszközt, mert kaptunk 3 tabletet, kaptunk 2 3 laptopot, 2 tabletet,
okos telefonokat, amikkel lehet az oktatásokat csinálni, hogy mégis meg lehet mutatni, hogy egy androidos rendszer hogy működik. Sajnos iOS-es nem kaptunk valamiért, nem is értem miért, pedig egy iPhone X-el nagyon jól elboldogulnánk, szerintem mi is. Tehát egyelőre ennyi, most még igen, de későbbiekben kell mindenképpen fejleszteni. Még annyit, hogy író-orvosú találkozót egyet rendeztetek, tehát hogyha most rendeznétek a következőben kettőt, akkor 200%-a tudnátok keríteni ezt a pontot. Én javaslom, hogy ez legyen 300% is. És az a felvetés, amit mondtál, hogy meghívja előadót, kitűnő ötlet, élni fogok, vagy mindenképpen, fogjunk is akkor nagyon bele. Mindenképpen, tehát szeretnénk csak a tévénézőknek, és ha valakinek bilágos, olyan, csak most egy, nekünk ők jutottak eszünkbe elsőként, csak de egy, lehet, egy, hogy van más csak is. Egy, rakjátok fel hirdetésként. Csak egy dolgot kérek, ne legyen neki politikai háttere, jó? Jó, értem. Le, ha lehet még ebben az országban, lehetőleg ne legyen. Zahernek és mondjuk Lenkeinek igazából nincs. Na, azért gondoltam, hogy te nehogy véletlenül is se ide, se oda. Függetlenül, hogy melyik oldal. Hát a Zaher nem biztos, de mondjuk tekintetben. Jó, de legyen szempont. Csak az ilyen szavazással vigyázunk azért, hogy úgy járjunk. Igen, tehát ez de megjártunk. Könyvtárral kapcsolatosan bármi kérdés, akkor feltenném szavazásra, aki elfogja a könyvtár tevékenységéről a beszámlót, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Én tartózkodom. És jó, nyilvánvaló. Tehát egy tartózkodott, a többi elfogadta, és van itt egy olyan, hogy munkaterv. Akkor igen, munkatervet is azt szerintem nem. Hát ez együtt, én a kettő igazából ez szerintem az külön. Jó, külön kell. Az mindig külön meg. Jó, hogy elfogadni külön kell. Jó, igen, külön. Logikailag egységet képez, de határozottan külön kell. Az adatok is jó részt. Na, aki elfogja a könyvtár 2019 évi munkatervét, azt kérem készletartásra szavazzon. Szintén tartózkodom. Egy tartószorú többi elfogadta, lehetünk tovább. Bizottsági határozatról tájékoztató, pénzügyi. Kezdem, mert nekünk egy maradt. Így van. Egy határozatunk maradt, az a szokásos kábeltévé tavaszi akciója. Ugye ahhoz is az írásos előterjesztést megkaptuk. Ez ki van egészítve már, ugye a pénzügybizottságnak volt egy észrevétele, hogy egészítse, legyen kiegészítve ez az előterjesztés számokkal, és ugye benne van, hogy az évvégi akciónál 6 darab kábeltévé, 8 darab netbekötés és 1 darab net felfelé módosítást hajtottunk végre, tehát azért mindig vannak ennek kézzelfogható eredményei, és ugye megkaptuk, hogy 2019. február végi létszámadatok alapján, hogy azt láthattátok, hogy hány fő vesz igénybe a szolgáltatást, abban milyen csomagok vannak. Tehát összesen 552 fő az előfizetőnk a száma, és az internetnél meg összesen 291. A létszám, le is ott írózatosan mondom, hogy növekedett, mert 547 volt januárban, az internet előfizető 285, ez nem nagy, de egy kis növekedés tapasztalható, és reméljük, hogy ez a továbbiakban is majd ilyen arányban növekedni fog. Ezt erről szól gyakorlatilag a bizottságnak a 6/2019-es határozata, mely szerint elfogadásra javasolja a pénzügybizottságra tisztelt képviselőtestületnek kábeltelevízió tavaszi akciójának bevezetését az előterjesztésnek megfelelően. Ha nem jön valami, tehát ha most a testület elfogadja, akkor holnap reggel már mennek ki a szórólapok megint a településre az akcióról. Valami kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja a pénzügybizottság 6/2019-es határozatát, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Egyhangú. Köszönöm. Akkor pénzügybizottság megvan. Laci? Köszönöm a szót. Az előző testületi óta két bizottsági ülésünk volt. Hivatal nevében is elnézést kérek. A februári az ma reggel lett kiküldve, itt összekeveredtek a hónap elején volt testület és hónap végén volt bizottság, és ez miatt volt egy kis kavarodás, de a lényege nem fog változtatni. Összesen 5 határozatunk van. Az első az arról szól, hogy a panelok és a boltok közötti járdaszakasznak a védelmébe oda forgalomterelő bábút fogunk tenni. Ezt megrendeljük, és oda lesz telepítve. A második határozatban próbáltuk összeállítani az idei terveinket. 22,5 millió forintból tudunk gazdálkodni. A fő dolgokat mindenképpen el szeretném mondani. A járdáknak a hidak építése az már elkezdődött. Ez az év első 3-4 hónapjában, tehát március-április környékén ez az a fő dolog. Remélhetőleg minél többet meg tudunk csinálni.
Az, hogy hol és melyiket, azt arról csak annyit tudunk, hogy az elvi részét beszéltük meg, eldöntöttük, hogy a főutcán Kossuth Petőfin végigmegyünk, ott még van egy jó pár hiányzó, és utána pedig bemegyünk mindenképpen az Ifjúság utcába, mert ott a legnagyobb, ott van a legtöbb problémás híd. Remélem, a járdák is sorra kerülnek, abból viszonylag kevés van. Májusban a Gólyapark fásítását a tavaly született gyerekek jóvoltából folytatjuk. Sajnos a tavaly 22 helyett idén csak ez 7 fát fog jelenteni, de ezt meg fogjuk csinálni. A Bartok éren ott az a bizonyos úgynevezett piromista, azt valamilyen formában megpróbáljuk kiváltani másképp. Nyári témánk lesz júniusban, azaz 56-os téren a vízelvezetési probléma, az egy visszatérő gondunk. Júliusra van egy ígéretünk az iskola felé, hogy az úgynevezett sorakozó tér, annak az aszfaltozását el fogjuk készíteni. A felmérés megtörtént, ajánlat megvan, a következő bizottságért erről már fogunk beszélni. Földbe kerülő urnákat valószínű bővíteni fogjuk. Augusztusban, Püspökbolyban ott a sütőhelyek körüli térkövezést és a parkosítást tervezünk. Kellene valamit kezdenünk mindenképpen a Batthyány utcáni vízelvezetéssel, évek óta visszatérő gondunk. És szeptemberben el kell kezdenünk a bartatéri karácsonyi díszkivilágításhoz szükséges villamoshálózat bővítésének a tervezés kell, kiépítés, de azt a nem nagy dolog végül is, de el kell kezdeni. Természetesen a következő bizottságnak át fogunk adni tartalékulunk 1,5 millió forintot, és a szokásos dolgaink vannak, közterületek karbantartására 1 milliót tervezünk, és virágosításra is legalább szintén 1 milliót. A hármas határozatunkban már mindjárt a közterületek karbantartási munkálatainak 1 milliós keretéből 300 000-et elkülönítettünk, el tudják kezdeni a dolgokat, festékeket, egyebeket vásárolni, hogy induljanak a munkák. Egy nemes feladatunk van minden év elején, hogy a földnapi alkalmából az intézményeinket, gyerekintézményeinket, úgy mint a bölcsi óvoda, iskolát 20 000 forinttal támogatjuk, és akkor a márciusiba pedig csak egy megerősítés, amiről már beszéltünk, hogyha a Magyar Falu program keretében a ravatalozó épületét célszerű volna felújítani. Tehát javasoljuk, hogyha van rá mód, akkor kerüljön be ez a programba. Műszakkal átnéztük a Magyar Falu programot, és alapvetően ez is fog szerepelni. Ha kiírás lesz, akkor ez is. Van egy elég hosszú sor, szerintem a pénz azért nem olyan vastagóban, ahogy én most már hallottam, tehát, de el van kezdve, elkezdik, és következő 10 évre terveznek, hogy körülbelül minden évben szeretnének egy nagyobb összeget. Úgy tudom, hogy ebből 150 milliárdnak a felét azt úthálózatra akarják, és a másik felét fogják igazából megpályáztatni különböző munkálatokra, ami van egy hosszú sor, tehát amire lehet. Hát az utakra is már. Hát ha már az utálózatra, akkor mindjárt az, kapcsolódnék, mert ezt van az egyebekben, hogy kérdezni szeretném, hogy a Beremendő, Nagyharsány, illetve Magyarbőj felé vezető utakkal kapcsolódó mi a hír, mi van. Olvasni lehetett, hallani lehetett, hogy Baranya megyében többek között a Sátorai Villányi utat is, egyes részeit is fel fogják újítani ebben a programban. Jártam a minap arra, sokkal jobb állapotban van, mint a mi utunk, ami a Nagyharsány útról beszélek, ami egy nemzetközi határátkelőre megy. Tehát a kérdésem az, hogy konkrétan eddig mi lett csinálva, tehát kivel lett tárgyalva, kinek lett levél írva, kitől lett segítség kérve, hogy áll ez a dolog? Mint te is tudod, hogy ez nem önkormányzati tulajdon, hanem az állami tulajdon, amihez igazából semmi közünk nincsen, hiszen ezt már kitárgyaltuk nem egyszer, nem kétszer. A kormányzat milyen gyorsan és hol fogja megcsinálni, nincs közünk hozzá. Nagyon szívesen mondanám azt, hogy rajtunk múlik, mert akkor már biztos meg lenne. És akkor lehet, hogy nem is az a Beremend-Nagyharsány lenne fontosabb, mert szerintem Beremend-Magyarbőj sokkal rosszabb. Amit a közútkezelősöktől lehet hallani, hogy a Beremend-Magyarbőj az többsebből vérzik. Még a Beremend-Nagyharsánynak megfelelő alapja van ennek az úthálózatnak, ott egy sokkal kisebb összegből meg fogják tudni csinálni, a Beremend-Magyarbőjt azt nem fogják tudni ilyen kis összegből.
Magyarországon megcsinálni, annak nincs megfelelő alapja ezekhez a nagy gépjárművekhez, amik mennek, és ezért ott nagyságrendekkel többe fog kerülni. Természetesen. De ezt alapvetően kibeszéltük már előbb is. Jó, de... Sajnálatos mód nem az önkormányzat hatásköre, és nincs semmi lehetőséged ebbe, hogy te itt bármit, és szívesen szeretném idehozni az autópályát is, de nem tudom megtenni ezt, és te se tudod meg se. Nem, rajtunk nem. Szerintem itt egyik se. Nem. Ezt tudom mondani. Jó. Tehát én természetesen tudom, hogy ezekről az utak, amiről beszélek, hogy az állami fenntartású út, tehát már a feltételezés is furcsa volt, hogy feltétele, hogy tudom, nem tudom, természetesen tudom, meg itt, aki itt van, mindenki tudja, hogy arról van szó, csak azzal nem értek egyet, hogy az önkormányzatnak ebben semmi dolga nincs, meg semmit se tehet, mert minden beremendit érint, aki autóval közlekedik, konkrétan kárra keletkezik. De azt, hogy nyilvánvaló, hogy autópályát sem szeretnék erre hozni, mert nem célszerű, de azt, hogy jelezzük az illetékeseknek, tehát közútnak a vezetőjének, a megyei közgyűlés elnökének, az országgyűlési képviselőnek, figyeljetek, mi itt közlekedünk ilyen utokban. Hadd mondjam el, ez már jéglet jelezve nekik, tehát ők tudnak erről, de, és ezt azt mondom, ugyanebbe a pocsolyába jártunk egy évvel ezelőtt, akkor is ugyanezt beszéltük át, hogy akkor osztad elő, hogy itt ebben a gyári, tehát a Nagyharsányba vezető utat, meg a Magyar Bolyit, és akkor is elmondtam, hogy semmi közünk nincs hozzá. Akkor is szóltam nekik, a közútkezelőszöknek, és beszéltünk velük, de nincs ráhatásunk erre, hogy itt bármi történjen. Hisz nem a mi tulajdonunk van, az ő tulajdonukban ők fognak. Azt mondták, hogy igazából ez a 75 milliárd fog menni, és ez igazából az alsóbb rendű utakra, és az önkormányzatoknál van 5000 alatti lélekszámú 2587 önkormányzat van, aki 5000 fő alatt van. Na most akkor ezt szét kell osztani, és akkor látod, hogy körülbelül mekkora pénz fog jutni az idei évben egy önkormányzatra. Jó. Bárcsolatban azzal nem értek egyet, hogy semmi közünk hozzá, természetesen közünk van a jelzés, a reklamálás, hogy azt ez nem azt megtettük eddig is, de nem tudsz ráhatni, hogy itt most idejöjjenek és mindent leaszfaltozzanak. Nem, de kérdez, ez már valami, hogyha a reklamálókkal szólunk nekik meg, lobbizunk meg valami, előbb-utóbb meg sorra kerülünk. Remélem. Köszönöm. Jó. Akkor ti készen vagytok, Anett? Jó. Én egy picit azért visszamennék az időben, mert ugye már itt a márciusi rendezvények, március 9-én volt egy nagyon jó hangulatú vodai jótékonysági retrodiszkó, a bizottság támogatta ezt a rendezvényt, és én azt gondolom, hogy eddig az eddigi legsikeresebb volt ez az idei, mind látogatottság számba, meg bevétel számba is. A következő határozatunk, Váradi Zsoltné bíró Anita megkeresett minket azzal az bizottságot, hogy az idejében ismét megrendezésre kerül Budapesten egy jótékonysági zumba rendezvény, és hogy a magát a felutazását, hogy támogatná a bizottság. Itt csak örülünk neki, hogyha egy beremendé viszi a hírünket, és Anita is ott a színpadon fog, mint zumba oktató, ugye fellépni a többiekkel, és ha már jótékonyság, akkor nyilván a bizottság ezt támogatja. Meg hát Anita már annyi éven keresztül dolgozik itt a faluba, és annyi minden rendezvényen részt vett, hogy én azt gondolom, hogy ezt támogatni kellett. A következő bizottsági határozatunk ismét megrendezésre kerül április 19-én, nagypénteken, a Kovács műhelyben egy húsvéti forgatag, ami tavaly is tudja, hogy tojáskiállítás volt, állatsimogatás, stb. Idén is különböző programokkal készülünk, és ezt is támogatja a bizottság 100.000 forinttal. A következő ugye az a bizonyos kényes kérdés, soha többet nem lesz szavazás semmiféle koncertről, semmiről, csak konkrétan így tényközlés, ezt elszúrtuk. Elszúrtam, bevállalom, igen, ezt nem kellett volna. Tehát az idei nagy koncert június 8-án lesz a Kápolnánál, az Attila Fiai Társulat lesz a meghívott fellépő. Azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy Judán Zsó, Kalapács Józsi, Varga Miklós és Tóth Reni, akkor aki ebben a műfajban ott van, ezek tudják, sőt, aki nincs ott, azok is tudják, hogy kiről beszélek.
És picit visszanyúlunk ezzel a legelső koncertre, ahol ugye az István a király rockopera hangzott el koncert jelleggel. Ők is hasonló rockoperák és hasonló töltetű zenékkel készülnek. Ezzel kapcsolatban, még a nagy koncerttel kapcsolatban, itt a bizottság megállapodott abba, hogy a beremendiek részére ingyenes lesz ez a nagy koncert, tehát minden beremendi lakos részére ingyen lesz, de a vidéki lakosok, ott viszont belépős lesz, az 1500 forintot állapítottunk meg belépődíjnak, és akkor itt már, hogy ez többször el fog hangzani, de mindenkit megkérünk, hogy akkor majd a koncertre, aki beremendi lakos, az hozza magával, ugyanúgy, mint egy ördökkatlan fesztiválnál, hogy lakcímkártya legyen nála, igazolványa, hogy tudja igazolni magát. Nem tudhatom, hogy kik lesznek még a pénztárban, lehet, hogy lesz olyan, aki esetleg nem ismeri annyira a beremendieket, de ez majd mindenféle tájékoztatást erről még fogunk adni. A következő határozatunk, ja persze március 15-e is volt, arra is volt egy 20 000 forint, ismét itt voltak a huszárok, koszorúztunk az emlékműnél, köszönjük szépen a egyedik osztályosoknak a nagyon szép műsorát. Dologi kiadásra is hoztunk egy keretösszeget, 500 000 forintot, vannak eszközeink, amik már felújításra szorulnak, vannak eszközök, amik pótlásra szorulnak, hogy ezeket is szeretnénk ebben az évben beszerezni, pótolni, javítatni. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm. Akkor egyebek be. Kiment kettő előterjesztés, ez a Balázsé, hogy jogosítványokat kell csináltatnunk, könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő, targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka, rakodói szállítógép kezelőkre. Muszáj volt megcsinálni, többször halasztották ezt a dolgot központilag, de most muszáj volt bejött, és muszáj volt elvégeznünk. Ehhez kellene, ki is ment egy 1,5 milliós keret, hogy mindenkinek meglegyen az a végzettsége, amit most frissen, amit előírnak. Lajos? Nekem csak egy kérdésem van ez. Balázs, költségvetés összeállításánál ez több éves dolog. Ez 2010-es törvény, ami 2015. december 31-ét mondja meg. A gyárba már 7-8 évvel ezelőtt mindenkinek meg kellett tenni ezt a vizsgát, mert a másik már nem jó. Nem. Előtte értünk, hogy ez van 2015. december 31-e, de ezt többször módosították, többször kitolták ennek a határidejét. De már nem, tovább nem lehetett. Igen. Addig lehetett ezzel a régi jogosítvánnyal, most meg 19 április van. Nem, ezeket a határidőket ezeket többször... Ezeket a határidőket ezt tolták. Ezt a határidőt többször ez kitolták. A központi... Központilag, Lajos. És azért lehetett... Ezt mindig... tolták, de most már nincs tovább. Most nincs tovább, és most muszáj megcsinálni. És különböző típusú vizsgákat kell tenni. Tudom, és meg most már nem konkrétan, hogy... Nincs olyan, hogy egy nehéz gépkezelővel mindenre ráületek. Igen. És most több embert iskoláznánk be, hogy ne az legyen, hogy most itt van ez az új kubota is, és nincs aki rájön, ne tudja használni. Teljesen jogos, csak ez a pár hónap azért. 400 ezer forint alapban bent volt a költségvetésben, de amikor kijöttek ezek a számok a zárójelben, akkor láttuk, hogy Nem elegendő. Igen, hát ezek a tanfolyamok ára rettentően elszaladtak. Több embert is iskoláztunk, és ez miatt van ez a... Igazából, akinek eddig volt ilyen papírja, azt be kell iskolázni, különben nem tudjuk majd ellátni újat is, a kubota miatt is kellett, és azon felül is újat raktunk be, hogy minden jobban a gépkezelői papír ne okozzon problémát. Jó. Ettől függetlenül látom, hogy lesz ugyanúgy. Az. Jó, természetesen meg fogom szavazni, csak azért ezt költségvetésre kicsit előrelátóban be lehetett volna tervezni. Igaz, Móni? Balázs is 400 forint, szerintem Balázsra gondoltam, hogy ez is kitűtő rendszerbe szerették volna, de így közben pedig megváltozott, és most egyszerre ennyi embert, persze. És akkor majd az a 400
Nem, mert csak... Csak teljesen indokolt, tehát nyilvánvaló, meg mondom, föl sem merül az, hogy olyan ember vezessen olyan eszközt, aminek nincs megfelelő jogosítványa, tehát ez föl sem merül ez a dolog, csak mit tudom én, szerencsésebb úgy lett volna, ahogy ez kellett volna, hogy mikor a pénzügyire ez elkészül, azon azt átrágjuk, elnök úr, ezt gondolom egyetért vele, és akkor jön, nyilvánvaló megtámogatjuk, csak még szerencsésebb lett volna esetleg részletesebb leírva, hogy mit tudom, ennyi, ilyen, olyan, amolyan. Itt van, most az. Ez az, benne volt az anyagban, mert nem... Itt kimondottan a személyek vannak benne. Na igen, de... Tehát azt nem nevesíteni hivatalosan, tehát a kamerában nem szeretném, jaj, hanem jaj. Csak így. Zsolt, csak két mondat hozzá. Nyilván ez a 400 ezer forint be volt tervezve, az alul volt tervezve, tehát nekem azzal, hogy a költségvetésben nem volt benne az egész összeg, azzal nincs akkora probléma, mert valószínűleg nem lehetett előre tudni, és én ezt elfogadom. Azzal viszont egy picit van, hogy tehát pénteken kijön az anyag nekünk. Mi történik szombat vasárnap, hogy hétfőn kell ennek kijönni? Tehát ennek minimum pénteken ki kellett, de visszamegyek, valószínűleg ennek a pénzbizottságra be kellett volna jönni. Tehát nem gondolom, hogy szombat vasárnap jöttünk rá, hogy őnekik el kell menni, és ekkor összeg. Tehát minimum pénteken, és remélem, hogy tényleg ez most ilyen ad hoc volt, és ez nem tendencia, hogy kedden van a testületi, és hétfőn kapunk ilyet. Mert a pénteken, tehát ez kivetett volna pénteken az egész anyaggal. Ez csak egy megjegyzés, vagy a jövőre vonatkozóan. Sokkal többet embert raktunk be igazából, mint amit eredetileg volt. Én szerettem volna, lehet, hogy még mindig keveset raktunk be, ahogy én látom, tehát még egy-kettőt kellett volna most utólag, hogy még egy-kettővel többet kellett volna, de akkor első nekifutásra, akkor is más, ezt az a pénzt már akkor sokkoltam ezt az egészet. Mondom, ezzel nincs baj. Persze. Ja. Kérdésével kapcsolatban? Akkor aki támogatja, hogy ezt a 1,5 milliót szavazzunk meg a gépkezelői jogosítványokhoz, az kérem készfeltartásra szavazzon. Egyhangú. És van még egy nekem. Ja, igen. Mindenki tudja, hogy megkaptuk az óvoda melletti épületet. Ott el is bontottuk, és most megy ott annak a kivonása. Ez a kivonás és az összevonás, ez ennek is pénzügyi dolgai vannak, tehát oda is pénz kell valamennyi, meg ott mindenképpen úgy gondolom ahhoz, hogy meg tudjuk szüntetni azonnal ezt a bejárást, tehát ott egyszer a hidat kellene szélesítenünk, másodikra valamennyi kavics fog kelleni, ahhoz, hogy parkolót tudjunk, egy ideglenes parkolót tudjunk elindítani, és kell az elbontott, az óvoda melletti elbontásnál ott a kövesek egy zsalukövőből lévő, nem tudom, támfal, igen, támfalat kell építenünk, nehogyha nagy eső lenne, akkor kimossa ott nekünk az alapot. Tehát ehhez kérnénk egy 1 millió forintos keretet. Nem szeretnék olyan túl nagyra beleszaladni ebbe az egészbe, pont azért, mert az idén ki fogják írni nem csak az óvoda épületének a felújítását, amire mindenképpen úgy gondolom, ez a Magyar Faluba fogunk pályázni, hanem az óvoda udvarra is. Tehát ott szeretném ezeket megvalósítani, és ez egy 100%-os pályázati pénz lesz mind a kettő. Tehát most csak a minimálisat, hogy minél előbb be lehessen állítani az utca fronton lévő gépjárműveket, akik ott dolgoznak, akik gépjárművel vannak, ne az utcán parkoljanak, hanem bent parkoljanak, az lenne egy nyitott parkoló, és ott bent legyenek, és utána igazából, hogyha meg lesz a pályázat, akkor kialakítani az egészet, meg ezt a támfalat, ezt muszáj megcsinálni, ebben nem válhatunk úgy gondolom a pályázatig, tehát ezt azonnal meg kell csinálni. És erre kellene egy 1 millió forintos keret, meg erre a földhivatali problémákra, kivonás, összevonás, minden, tehát ezekre kell. Ezzel kapcsolatban kérdés? Aki támogatja az előterjesztést, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Egyhangú. Köszönöm. Nekem azt hiszem nincs több. Na, akkor Lajos. Hát jönnek a kérdések, amiket rám zúdítottak. A napközi, ugye továbbra is foglalkoztatja az embereket, nem csak az embereket, minket is. Kérdezgetik, hogy kész lesz április 30-ra. Hát ugye azt ígérte a kivitelező, hogy kész lesz.
úgy menjen, de a mai bejárás alapján én egy örök optimista ember vagyok, de én nem bízom benne, hogy kész lesz. Én azt tudom mondani, hogy múlt héten beszéltem vele, és ő azt mondta, hogy ők tartják határidőt, és most ott voltunk, az építés vezető, és neked is ezt mondta, hogy kész fognak lenni. Igen. A mai állás alapján, hogy mennek előre a beruházásba, úgy gondolják, hogy itt gyakorlatilag kész fognak lenni. Én más nem tudok mondani neked, meg te is ezt hallottad ott. Én ezt hallottam, igen. Ott neked is ezt mondták. Ezt mondta, és én ezt arra alapozom, én ahogy láttam az egészet, meg arra alapozom, hogy a nyári úr már mondott egy pár dolgot. Többek közt november végén azt mondta, amit a Zsolt képviselőtársam kért, hogy minél előbb, ez november vége volt, a minél előbb az egy-két hétről volt szó maximum, ugye, hogy kapunk egy ütemtervet ilyen havi bontásban, hogy április 30-ig mi az, amit terveznek megcsinálni, és majd mindig visszatérünk rá, hogy hogy állunk ahhoz képest. Ez 4 hónapja volt, egy betűt nem kaptunk. Tehát én nekem az, hogy a nyári úr mit mond, ez körülbelül ennyit jelent. Az, hogy az építésvezető azt mondja, persze ő neki azt kell mondani, hogy kész lesz. És mondom, én drukkolok, hogy kész legyen, de én szerintem nem lesz kész. Aztán a következő kérdés. A faluban valamelyik nap rám csörögtek, hogy itt megy a Volkswagen keddi. Kérdezik, hogy mégis megjavítattuk, holott novemberben arról volt szó, hogy nem érdemes megjavítani, olyan sokba kerül. Akkor vetődött föl, hogy veszünk egy másikat, amit kinéztünk, ugye, és akkor megbeszéltük, hogy 300 000 forintért olyan nagyon jó állapotú autót nem tudunk venni. Elvetettük a kérdést. Most mégis meg lett csinálva. Kérdezem, hogy ha publikus, hogy mennyibe került a javítás? Szerintem én ezt neked mondtam, egyszer már kérdezted tőlem, és nem kamera előtt, akkor el is mondtam neked, hogy úgy tudom, hogy ennyibe kerül. Tehát nem biztos, hogy szeretném mint kamerába bármilyen számot mondani. Én tudom, hogy mert te kérdezted ezt tőlem, én mondtam neked, hogy én tudom, hogy ennyibe került. Igen, de én azt, de az is. Nem volt hivatalos dolog, és én azt nem is adtam tovább senkinek. Azért gondoltam, hogy most megkérdezem. Jó. Hát ez a vállalkozónak a igen. Belső körét érinti. Jelentősen olcsóbb volt, mint amit reméltünk, tehát sikerült pótalkat részletben megoldani. A kedire nagyon nagy szükségünk van, abban a hónapban a kiküldetési költségek majdnem elérték a 70 000 forintot, mert folyamatosan menni kell. Én mindig azt mondom, hogy nem egy rossz autót vettünk volna, amit te a testület leszavazott. Az lett volna az egyik legjobb megoldás, hogy ezt a kedit is az eredetileg szándékozott ár egyharmadáért meg tudtuk csinálni. Tehát azt mondom, hogy ha két autónk lett volna, még az is kevés, ami igény felmerül folyamatosan, hivatalba járás, fölvitel, 15 beruházást viszünk. Folyamatosan vannak olyan problémák, amiért vagy Siklósra, vagy Villányba, vagy Pécsre. Tehát sok költséget kell esporolni azzal, hogy van a keddi. Azt tudomásul kell venni, hogy rengeteg beruházás megy, és ehhez kell valamilyen jármű, amivel tudnak menni, a dolgozók is tudnak intézni, hozni ezt, azt, amit azonnal kell itt a beruházásoknál, vagy a dolgozóknak kell a munkához, tehát biztosítanunk kell, hogyha akarunk. Kell jármű, anélkül nem lehet. Csak egy közbevetés. Az viszont szégyen, hogy egy 2 milliárd fölötti költségvetésű településnek ilyen autóval kell közlekednie. Én nagyon rossz állapotban van. Én nagyon remélem, hogy a pályázatnál elő fognak kerülni ezek, és akkor helyre tudjuk ezt a részét is rakni. Parancsolj! Köszönöm a szót. A szükségességéről meggyőztetek teljesen egyértelmű, meg azzal is, mint a jegyző úr mondott, az a bizonyos, hogy egy jobb állapotú is nyilvánvalóan jó lenne, ha lenne, és oldjuk meg, hogy legyen jobb állapotú kedi, vagy jobb állapotú jármű, mint ez. De azzal végképp nem értek egyet,
hogy ez egy titok, hogy mennyibe kerül egy autónak a javítása. Ja, nem titok, de? Csak nem kamerába. Hát miért nem figyelj? Tehát a beremendiek adójából fizetjük ki. Mert a vállalkozótól kell engedélyt kérnünk. Ugyan már, te figyelj. GPRS van. Én abszolút nem tudom, most milyen gond az, hogy megcsinált, amit 256 ezer forinti egy valaki. Kevesebbért. Elárulom, kevesebb volt. Hát akkor nem akarok most itt lemenni, lefelé menni 10 000-esével, és akkor mint a valamelyikünk, és akkor jaj, most aztán. Én nem mondom. De miért titok ez az, hogy amikor utána megint megy a susmus, meg hú, ennyiért csináltatták, annyiért. Figyeljük, ennyiért csináltok is kész. Tiszteletek, kérem, hogy az Európai Uniónál jelezze ezen bizonyos személyügyeket. Május 20-án jelzem. Köszönöm. Jó, de fogom akkor zártülésen, akkor mindenről tájék. De nem én vagyok rá kíváncsi, Feri. Hanem ők kíváncsiak. Nem én, nem csak én vagyok meg, nem csak mi vagyunk itt hatan kíváncsiak, akkor hanem mindenki dolog, kíváncsi. Mert amit te mondtál összeget, az több, mint amit a jegyző úr most mondta. Na érted, most már itt megy, akkor ez ennyit mond, az annyit mond. Miért? Szóval ez végképp nem értem. Nem értem. Oké, köszönöm. Nem azt kérdeztük, hogy melyik vállalkozó csinálta, kit érdekel. Vagy hogy vállalkozó csinálta, vagy mibe kerül, ez volt a kérdés. Balázs, mennyi volt ez az összeg? 210 000. Új, na, fölment a füst. Nagyon nagy. Csak jogilag nem teheted meg, Laci, én ezt nem tudom, hogy mit nem lehet ezen megérteni. Hát azért nem értem meg. Nem értem. Kamerában nem tehetem meg. De miért nem? Hát figyelj, mi autó, meghibásodott? Jó, lépjünk tovább. Menjünk tovább. Én a fontosságát nem értem ennek az ügynek. Igen. Menjünk tovább. Akkor a következő ugyanilyen lesz, mert a következő kérdésük az volt, hogy a Sport Kft. Vezetőinek milyen jövedelmezés jár. És erre megint csak nem tudtam mondani semmit, mert én sem tudom. Az ügy engem érint. Megítélésem. Végigmondhatod? Igen. Köszönöm. Tehát jelenleg én vagyok a Sport Kft. Ügyvezetője. Ezért napi díjazást kapok, amely ha hétvégét is érinti a munkavégzésem, akkor lehet elszámolni. Pontos összeget nem fogok mondani, de nagyon kevés, és ezt is azokra a célokra fordítom, ami a csapattal kapcsolatos, tehát a helyszínen megjelenés, esetleges, megmondom össze, reprezentáció, mert igen, hozzátartozik a csapathoz, hogy bizonyos helyeken és módokon azt a őszinte leszek, Bermuda szögbe berejtett iránytűhöz hasonlító helyzetet, amely mindenfelé pörget, csak éppen a jó irányba nem, sikerült feloldanunk. Jelenleg úgy érzem, és az eredmények is ezt bizonyítják, hogy a csapat végre megfelelő kispaddal, megfelelő vezetéssel, jó szemlélettel, a következő három meccs megnyerésével túljutott ezen a szinten. Tehát nagyon pozitív a mostani helyzetünk, és én tisztelettel elfogadtam azt a szűkített költségvetést, amelyet a testület megszavazott. Én ezzel a testületi döntéssel, mint ha lehet így mondani, egy Kft. Ügyvezetője gazdálkodom, és vannak olyan szakembereknek, akiknek a díjazását kevésnek is tartom, és remélem, hogy a szeptemberi, októberi, hogy úgy mondjam, vízválasztó időpont után még emelni is tudom. Tehát én azt mondom, hogy most nagyon-nagyon visszafogott díjazások vannak a Kft.-be, mind a edzők, mind a meglévő és kisegítő állomány gyúró egyebek vonatkozásában. Én úgy érzem, hogy a csapat hangulata, azt kell mondanom, hogy remek, és ebben igen nagy köszönetet tudok mondani a játékos edzőnek, a csapat gólkirályának, és azt tudom még mondani, hogy külön ki kell emelnem a Karcsit, aki egy rendkívül jó szakember, és nagyon sokat tudok rá számítani. Tehát én azt mondom, hogy mind a feladatok, mind a célok egyértelműek, ennek igen van díjazása. Ténylegesen csak egy edzőnek, illetve kettőnek adok konkrét fizetést, a többiek napi elszámolása, ténylegesen elvégzett munka után napi bejelentéssel, napi elszámolással kapják a pénzüket, így a lehető legkisebb adó- és járulék teherrel tudjuk ezt megoldani. Jó. Következő? Van még valami? Igen, egy valami van, ez is téged érint. Az utolsó testületülésen, amikor a szociális tűzifáról beszéltünk, és itt a rezsicsökkentés is szóba került, meg a gáztéma, meg minden, és akkor azt mondtad, hogy
összekutyultam, mindent összekevertem. Nem. De a lényeg az, hogy ugye a szociális tűzifának fölmentem a honlapunkra a tüzelő támogatásunknak a rendelete, ami itt írja, természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra, az a kizárólag szénnel vagy tűzifával fűtő jogosult, és akkor itt leírja az összegeket. Ugye akkor kifejtettem, hogy nálam a méltányosság az mit jelent, hogy ezeket az összegeket, ha valaki pár ezer forinttal túllépi, akkor méltányosságból adunk neki. Nem, nálam a méltányosság nem az, hogy aki beadja, ha gázzal fűt, ha nem, vagy akár mennyi a havi jövedelmük, az egyfőre jutó, akkor az mindenki kap. A rezsicsökkentéses dolog, mert én akkor, mert ugye az volt a másik kérdés, amit föltettek, hogy mi az, hogy van, aki kétszer is kapott fát. És akkor én megkérdeztem, hogy talán a rezsicsökkentés miatt, és akkor lehet, hogy én értettem félre, de nekem az jött le, hogy igen. Ugye, mint kiderült, hogy akit a rezsicsökkentéssel kapta azt a 12.000 forintot és fát kért, azt nem is mi vittük ki, hanem a vállalkozó, a tűzépes, mert abban benne volt a kiszállítás díja is. Persze. Tehát mi nem tettük meg, nem tettük meg. Tehát és úgy volt kérve, hogy egy tűzépesnek kell kiadnunk, és akkor legszélszerűbb volt Bereventinek. Hogy a Bereventi tűzépes, egyértelmű. Csak akkor még mindig itt van az, hogy miért volt az, hogy kétszer kaptak a azért, emberek. Mert ez az egész, ez a majdnem 388, ez két részből áll. Egyik, amit még a te lányoddal csináltunk, még az a 75 köbméter. Az a 75 köbméter, az az előző évi adatok alapján kellett kiadni, és az is most ment ki, és az előző évi alapján ment, akit papíron ő még rászorultnak látott, tehát azok mentek ki, és a másik, ez egy teljesen külön ügy. Aki beesett mind a kettőbe, az nyilvánvaló mind a kettőből kapott, az előző éviből is, meg az idejéből. És ezért volt, hogy egy nagyon szűk réteg volt, aki mind a kettőből kapott. Nem tudom most pontosan... De ez így most teljesen jogos. Meg de akkor is érthető, legalábbis én akkor is ezt mondtuk. Hát akkor megértettem volna, hát, akkor is. Jó. Egy mondatot megengedek, polgármester úr. Bonacső. Köszönöm. Azt hozzátenném, hogy ezen úgynevezett 12.000 forintos támogatásnak a lejárati határideje 2019. decemberre. Tehát az önkormányzat erején felül és ennek a Kubotának is köszönhetően tudta megvalósítani azt, hogy mindenkinek még ebben a fűtési szezonban ki tudtok vinni, illetve meg tudtok oldani a szerződéskötéssel a támogatások eljuttatását. Én nagyon remélem, hogy eljutunk végre oda, hogyha valaki kap valamit, azt megköszöni. Köszönöm szépen. Valami még Lajos nálad? Akkor Laci, csak a fához annyit, hogy megerősítem, amit mondtam, amit februárban mondtam, véleményem szerint ez nem szociális tűzifa rendeletben foglaltam, megfelelő lett végrehajtva, mert ha mindenki kap, akkor aki jelentkezik, vagy akinek szólva volt, hogy jelentkezzél, az függetlenül, hogy milyen anyagi viszonyok között van és kap, az nem szociális. Ez a véleményem, csak egy megerősítettem. Egyetlen egy téma. Hadd mondjak akkor ez, mert hogyha ha kritikus jó volt a véleményed, akkor hadd válaszoljak erre. A valóság, igen. Így van. Az előző években is volt az, amikor, és akkor azt a lányoddal csináltuk pont Lajos, volt az, hogy pont hiányzott egy pár, hogy tudjunk mindenki, tehát hogy elfogjon a fa, mert évről évre többet kaptunk, és hozzászoktak az előző évekhez kapcsán, amikor kezdtük a ciklus, volt azt hiszem 156 köbméter. És évről évre, hál' Istennek verement, mivel a közmunkában erőteljesen részt vett, és ezt is befigyelik, és ez miatt jóval több fát kaptunk. És a megszokás alapján, akik szoktak beadni, azok adták. Na, még egy pár beadta pluszba, de volt olyan év, hogy bizony kellett összehozni. És hogyha azt mondod nekem, hogy mondjuk 190 köbméter néha 5 hiányzik, akkor azt érdemes szétosztani, mert akkor még egy fél kugli lesz körülbelül, tehát azt nem lehet szétosztani. Ez sokkal célszerűbb, hogyha akkor azt az 5 főt még szedjük már össze, hogy már jelentkezzenek meg, hogy ki legyen pontosan, és a lányodat csináltuk ezt pont. És így tudtuk összehozni. Most is úgy volt, hogy gyakorlatilag, mivel rekordmennyiségű volt itt Bereményen, tehát ennyi még soha nem volt itt,
gyakorlatilag az előző évekhez képest, duplájával tudtunk menni. Tehát én úgy gondolom, inkább mindenkinek örülni kéne azt, hogy ennyit ki tudtunk osztani. És én magamnak nehogy azt itt, nekem nem kellett. Tehát én nem foglalkozok ilyen gázzal fűtök. Tehát én így gondolom, ez fel sem merült bennünk, hogy most azért nem vagyunk, de találó megjegyzést hallottam az egyik lakótól, hogy azt mondta, hogy jó lenne minden évben lenne önkormányzati választás, akkor biztos kapnánk fel. Tehát ilyen vélemény is elhangzott. Központilag minek adnak ennyit, hogyan adnak ennyit, erre azért a Beremendi önkormányzatnak, vagy nekem túl sok közöm nincsen, ekkora érvényesítő képességem azért nincsen, bármennyire is szeretném, de nincsen. Szerintem zárjuk le ezt a dolgot, de azért annyi közünk csak volt, mint nekünk képviselőknek, hogy a tavalyi a 2018-as 1,5 köbméter helyett egyet adtunk. Tehát ezt mi döntöttünk el. Tehát azért mégis befolyásoltuk a dolgot. Zárjuk le szerintem. Egyetlen egy nagyon rövid témában a játszótér. Játszóterekre a három, illetve az iskolában lévő játszótérre ráköltöttünk 10,5 millió forintot. És úgy hiszem, ezeknek a játszótereknek a védelme nincs megfelelően megoldva. Konkrétabban mondom. Az Obersovszki téren lévő játszótéren a körhinta az tönkrement. Tehát totál tönkrement. Nyilvánvaló a játszótereknek a berendezéseit nem 200 kilós felnőtt emberre tervezik, mint amit ahogy használják, számtalan esetben előfordult, ezek szerint, meg konkrét ott van a példa, hogy rossz ránézni, hogy az a bizonyos körhinta, hogy milyen állapotban van. Tehát nekem két javaslatom volna, hogy ezt orvosolandó. Egyrészt, hogy a jogi részet rendben legyen, a jegyző úr, kíváncsi vagyok, hogy gondolod, hogy van erre példa egyébként, hogy egy játszótér használati rendeletet alkotnánk, pár témában leírva, hogy kell egy játszóteret használni, és ott ki lenne függesztve, hogy mindenki lássa, aki ott van, hogy aki akarja, hogy körülbelül így ilyen feltételekkel lehet használni. A másik, van nekünk egy mezőrünk, a mezőrt meg kellene bízni közterületi ellátási feladatokkal. Falugonnaki feladatokkal. Én ma reggel beszéltem vele, ő maximálisan partner ebben a dologban, munkaköri leírást kell, hogyha kell egy tanfolyamra, vagy a feltételeit teremtsük meg, anyagi részét oldjátok meg, amennyit nyilvánvaló ez hozzátartozik. Tehát így, hogyha van ennek egy jogi része, meg azzal kezdi, hogy azt csinálok, amit akarok. Rájöletek hárman is. Három felnőtt is, akkor végképp tönkre fog menni minden. Tehát legyen az is, és legyen az a kontroll, amivel talán ezt mérsékelni tudjuk, ezt a meghívást. Köszönöm szépen. Igen, nagyon örülök annak, amit most az elnök úr képviselő elmondott. Igen, nagyon nagy szükség lenne, hogy ne csak külterületen, hanem belterületen is járhasson el a most mezőrként dolgozó kollégánk. Én már több mint két hónapja leültem és átbeszéltem vele ezt a kérdést, hogy éppen most mód és lehetőség vannak különböző pályázatokon falugondnak is státuszra, képzésre, és még e vonatkozásban egy busz pályázatára is nyílik majd lehetőség. És maximálisan szeretném is elmondani. És akkor most, hogy ne legyen annyira boldog, akkor el tudom mondani neked, hogy ez csak 600 főig fog lenni. A falugondnoki busz, tehát az idén 600 főig, és jövőre akarják bevezetni, hogy azt hiszem 900 vagy 1000 főig lesz a falugondnoki busz. Tehát, hogy 2030-ban elérjük majd a Beremend lakossága lemegy. Tehát én nem erre számolok őszintén. Én mondtam azt, hogy amikor lesznek ezek a rendes buszok, amiről három évvel ezelőtt ugye el lettünk tiltva ez a piasztér miatt, elméletileg ki fogják írni, ott szokott lenni mezőri autó is. Tehát, hogyha ott akarsz valamit, akkor lehet valami. Köszönöm jól eső szavait polgármester úrnak. Folytatva, bocsánat, ha befejezem be. Igen, semmi akadály annak, hogy hozzunk egy ilyen rendeletet. Valóban meg lehet fogalmazni azokat az európai szabályokat, hogy így fogalmazzak, hogy miként kell viselkedni egy játszótéren egy feltetően nem szomjas felnőttnek, de minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. Tehát azzal, hogy itt teszünk oda egy rendeletet, feltetően megteremtjük annak az ódiumát, hogy ennek szankció lesz, és legyen is meg, de akkor gondolkodjunk el jövőre azon, hogy egyfajta megfigyelő rendszert is oda kell építenünk, hogyha azt akarjuk, hogy a visszatartó erő, a prevenció működjön.
Tehát ezzel a kiegészítésem a rendeletet természetesen akkor jegyzőként belül vállalom, elkészítem, de azt, amit mondtam, hogy mit ér egy jogszabály, ezt úgy hívja a latin lex imperfecta, be nem tartott jogszabály, és itt befejeztem. Akkor maradunk annyiba, hogy utána néztek, hogy természetesen, hogy mikor van valami tanfolyam, vagy valami, tehát hogy be lehessen iratni erre. Jó. Jó? És jó. Utána beszélünk az egész többiről. Rendben. És akkor visszajelzek képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm. Lajos, még csak annyit, hogy ugye régebben is volt ilyen, megbíztuk a Ferit ilyen közfeladatokkal, amiről jegyző úr még nem tud, mert akkoriban nem volt itt, és nagyon jól ellátta a Feri azokat a plusz dolgokat is, megfelelő bérezés fejében, és ha itt is beiskolázzuk, és úgymond lesz jogosítvány az ilyen dolgokra, biztosan el fogja ezt is látni, és abban is teljes mértékben igazad van, hogy a jövőre nézve a kamerahálózatunk bővítését, igen, vannak olyan pontok, ugye, itt a, lásd a játszóterek, és én még, ha majd bővítésre kerül a sor, vagy odaérünk, hogy lesz rá pénzünk, hogy ezt bővítsük, akkor mindenképp a szigetek, a szemétgyűjtő szigetek, az is, mert a szelektív gyűjtő helyeknek is oda is tennék kamerát, mert botrányos némelyiknek az állapota. Igen. Többek közt a posta, a panel, a posta és a Coop ABC közti az gyalázatos, de a Hegyalja utcai is épp nagy madélőt szóltak, hogy meg, a igen, igen, hónapok teltek el, de most már legalább visszavitték. De tele is volt, reggel szólt valaki, és utána telefonált, hogy kiürítették, mert már nem áll fönn az a helyzet, úgyhogy mindenképp ott azokat is majd el kell látnunk kamerával, hogy tényleg visszatartó erő legyen. Jó, ez a jövő zenéje. Azt javaslom, hogy a közeljövő zenéje legyen ez, hogy tehát minél előbb foglalkozunk ezzel a kamera dologgal. Ez igazából úgy gondolom pénzkérdés, ez semmi más. A szándék szerintem megvan. A szándékot ezt most föltenném, most is megszavaznák, tehát ez nem csak most azt is tudomásul kell venni, ez a sok beruházásod van, most azokra kell hagynod a pénzt. Nem is beszélve erről a kettő függőben lévő beruházásodról, amire nem írtunk még alá szerződést, és ahogy hónapról hónapra mennek az idők, arra nyilvánvaló, hogy ott akár anyagilag is meg fogunk csúszni, és nem, hiába 100%, és nem fog elég lenni a pénz. Na. Mennek fel az árak. Igen, és akkor ki kell egészíteni. Máshol is megcsúsztak beruházással itt a környező településen, és nem csinálták meg, és annyira megcsúsztak, hogy igazából visszaadták, ez pont egy kerékpárút. És ennek a pénze most villány mellé megy, ott a villányt elkerülő kerékpárutat akarják megcsinálni belőle. Mert itt egy közeli településünkig vezetett volna oda a kerékpárút, és onnét utána kaptunk volna mi is lehetőséget, hogy meg forrást hozzá, hogy onnét bővítsük ki. Most ez úgy alakul, hogy ezt mivel ez a település visszaadta, mert nem csinálta meg, és azt hiszem 150 millióval csúsztak meg, tehát annyival több pénz kellett volna, nekik nem volt, ezért visszaadták, azt hiszem 300 millió a történet, és ebből kifolyólag most a villányt elkörülő kerékpárutat fogják ebből fejleszteni, hogy villányt és ezt a hegységet körbe lehessen kerekezni, mert úgy gondolják, hogy erre nagy turisztika lesz. Ez a szakasz, ami itt minket érint, ez egy későbbi időpontban fog egy kormányzati pénzből fog megvalósulni. De nem most. Ennyit tisztán már, ennyit hallottam most, hogy... Mert én rákérdeztem, hogy nem lehetne azt esetleg, hogy akkor megtoldanák, és akkor mindjárt mi megcsináljuk azt a szakaszt is, és azt mondták, ennek már megvan a gazdája. És nincs plusz forrás ahhoz, hogy a berendezést is be tud építeni. Most nincs. Későbbiekben lehet lobbizni majd érte, hogy egy kerékpárút legyen, de ma nincsen. Ennyi. Történet. Melyik egyebek? Ja, azt hiszem te voltál még Feri, nem? Igen. Mondjuk Feri. Igen. Akkor most itt a lehetőség. Gyere ide ki, és akkor... Kiváltad a sor. Ezek olyan hangos, hogy ott is halljátok. Nem biztos, hogy jó időpontot választottam, mert itt elég sok dolog szólt a pénzről, de én igazából nem pénzért jöttem most, hanem egy határozatért, ami arról szólna, hogy itt június 28-29-30-án a 10 éves Beremendi túrakerékpáros találkozó után az első Baranya megyei túrakerékpáros találkozót tartanánk és szeretnénk megszervezni.
ami abból állna, hogy Beremend lenne a kezdeményező, hogy itt bontanánk úgymond zászlót, és innentől kezdve minden évben más helyszín vállalná be ezt a dolgot így Baranyába. Több helyütt vannak nagyon aktív túrakerékpáros csoportok, Seje, Szentlőrinc, Szigetvár, Komló, Mohács. Én bízom benne, hogy ők is be fognak kapcsolódni ebbe a folyamatba. Ahogy itt elhangzott, hogy lobby. Erre a találkozóra nem csak egy-egy napra, egy-egy túrát terveztünk, hanem meg szeretnénk hívni, és már jeleztük is feléjük, ehhez kellene a ti kapcsolatrendszeretek is, és a segítségetek. Megkerestük mind a két országgyűlési képviselő urat, a Nagy Csaba urat és a Jánost, Hargitai János urat. Lám-lám, az előbb tiltakoztál, hogy neked, te nem vagy krőzus, de hogy nem, mindenről tudsz. De ez jó. Tehát én nem mögöttetek vagy mellettetek indultam el, hanem azt gondolom, hogy ez az alkalom, ez igazából kitűnő alkalom lesz arra, hogy itt a környező településeknek akár a polgármesterei is összejöjjenek, és ti a zöld asztal mellett, az mellett, hogy a programon is részt lehet venni és köszönteni lehet a résztvevőket, a programok mellett, ha elfogadják a meghívást, akkor lehet lobbizni ezért a régóta, és rég beszéltünk róla, hogy azt a nagyharsány határszakaszt valamilyen formába elkezdeni, legalább határzat szülessen róla, és majd az elkövetkezendő, mert most az 5 éven belül biztos nem lesz meg, de a következő ciklusban talán lesz rá majd lehetőség. Én azt hiszem, bocsi, hogy ezt mondom, tehát én az előbb elmondtam, hogy gyakorlatilag mi a háttere most itt, meg hogy áll ez a történet. Tehát itt ebben kapcsolatban nagy csodát ne várjál, mert ennyi. Ezt, és ez most a... Mi várjál? Mi a napom a kedd? Múlt héten, ja, múlt héten péntekéhez. Sok minden dőlhet el a zöld asztal mellett, ez kitűnő alkalom arra, hogy lehessen itt ilyen érdekképviseletet összehozni ebbe a dolog érdekébe, és ennek lenne is. Mindig a zöld asztalnál két pohár bor mellett szoktak eldőlni a jó dolgok, szerintem. Tehát úgy hangzott el, hogy ez kormányzat meg fogja csinálni, de nem most. Egyébként az én magánvéleményem az, hogyha a szomszédos településnél megcsinálták volna, mert volt rá idejük, volt rá pénzük, akkor nálunk most csak ezt a maradék szakaszra kellett volna lobbizni. Ez egy sokkal egyszerűbb történet lenne, mint hogy itt erre az egészre. Most erre az egészre kell, ehhez ilyen, tehát ebből a forrásból biztos nem fogjuk tudni megcsinálni, mert a visszaeső pénzek, ez most visszaeső lett, ugye, tehát amiket nem valósítanak meg is, az visszakerült. A megyére, a megyén mindjárt a villányi borturizmusra odarakták, oda nyomták, és oda került, ennyire egyszerű. Ennek volt itt helye, tehát itt egy szomszédos településig elment volna, amonnit kellett volna utána nekünk, tudtunk volna lobbizni, hogy ide Beremendig lemenjen. De ha ők nem csinálták meg, mi nem. Mi nem tehetjük meg azt, és nem tettük meg azt, hogy átnyúlunk pár falunk keresztül, és mi kérjük le azokét, és azok településén mi csinálunk kerékpárutat. Tehát ez szerintem ez rendesen nonsens lett volna, bár most akkor meg lenne. Ezt tudom mondani, de... Örülnénk neki, igen, tiszta szívből. Így van. Azért fogunk tudni lobbizni majd későbbiekben, hogy, és ez nem ennek a ciklusnak a feladata lesz a következő, hogy a következő ciklusban ezt el lehessen rendezni, mert van szándék a kormányzat részéről, de nem most. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy ezt nagyon szépen is értelmesen szerintem elmondtad, én mégis azt gondolom, hogy melegen kell tartani ezt a dolgot is. A zsámolyt állandóan fűteni kell, és a rajta lévő kaja az hagy rotyogjon is, akkor abból előbb-utóbb lesz valami. Ami fontos lenne, és a kérés így indulna el, hogy ezt én úgy szeretném elindítani itt Baranyába, hogy ehhez most az önkormányzatnak a támogatása szükségeltetne, hisz nem csak, itt egy ember, vagy négy ember, vagy öt ember ilyet nem tud megszervezni. A ti hathatós támogatásotokra is szükség lenne, itt a helyszín, a sátrazás, amiből természetesen részben bevétel folyik be, de majd leírom pontosan, hogy mire gondoltam, hogy akár arra a hétvégére egy ingyenes, akik regisztráltak és befizették a nevezési díjat, azok vehessék igénybe a strandnak a területét és használhassák a medencéket, ha remélhetőleg olyan idő lesz.
nem beszélve a technikai feltételekről, amiket szintén azt várnám, hogy valamilyen szinten az önkormányzat biztosítsa, gondolok itt a rendezvénysátorra, a hűtőblokkra, a padokra, asztalokra, egyedekre. Tehát én ehhez kérném, hogy erre bólintotok, kezdjük el. Ahogy mondtam, megkerestem az országgyűlési képviselőket, voltam a Madaras Zoltánnál, őket szintén azért hívjuk meg, hogy az elmúlt évek kerékpárútfejlesztéseiről, a jelenről és a jövőről is tájékoztassanak bennünket. Én azt gondolom, hogy mindannyian kíváncsiak lennénk erre a dologra, úgyhogy ez eléggé nagy ívű dolog lenne, de én szeretném, hogyha ebben részt vennénk, és ehhez kérném a testület támogatását. Én úgy gondolom, hogy igazából ez bizottsági hatáskör a történet, és ti igazából meg is beszéltétek a történetet. Tehát ez nem kell testületi határozat ahhoz, hogy egy rendezvényt megtartsunk, vagy támogassunk. Tehát a bizottságnak megvan a hatásköre, az anyagi helyzete is megvan. Igazából ez testületi határozat már nem kell, ez teljesen bizottsági határozat, Feri. Ezt te is tudod. Kedves Ferenc. Bocsi, hogy ezt mondom. Majd amikor arra kerül a sor, hogy az ingyenes strand igénybevétel, ahhoz viszont szavazat kell, és ezt te is nagyon jól tudod. Tehát ezt viszont neked kell tudni, és ezt te jól tudod. Az ingyenes strandnál is, hogyha jössz és beadtok kérelmet, abban a pillanatban meg fogjuk tudni adni. Csak ahhoz, hogy ezt meghirdessem, egy elvű. Egy elvű támogatást. Egy elvű. A maximum strandhoz kell, az összes többi az Anették dolga. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Jó, köszönjük. Akkor el is rendelném, befejezzük a nyílt ülést és zárt ülést rendelek el. Köszönöm.